your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 7 óra után 17 óra, ha miket beszélek. 6 óra után 14 perc. Jó reggelt kívánom énekinek. Hello, Feri. Hello. Viccelőt, hiszen mi ez? Vidám reggeli műsor? Igen, nekem egyfajta terápia, gyerekek. Igen. Hát én elnézem az órát mindig, de ha már belendülök és kinyitom a szemem és ránézek a monitor, akkor már megtanulom a számokat és megismerem, hogy még csak negyed hét van. Mi újság, minden rendben? Minden a legnagyobb rendben. Mondjuk én nem egy vidám kis sztorival szeretném kezdeni. Jaj, ott hagyott a villamos. Mit? Nem. Azt mondtad, vidám. Pontosan jött, takra pontosan. Nem örülünk, kicsit, nem ölelgetjük meg, nem nyalogatjuk körbe egymást, mielőtt megölöd a bulit. Megisszuk az első pesgőt, kis buli a konyhába, és aztán valaki jön és megöli a bulit. Nem üljük meg az előszobában, nem? Lassúzzunk egyet, legyen egy, induljon a banzáj, kicsit nem. Örüljünk. Figyeljetek, a tömegközlekedésen ma nem volt semmi gond, úgy érkezett, és akkor, amikor az kell, amikor az a táblára volt írva, amikor az órámnak is mutatnia kellett az érkezés, hogy semmiféle probléma nem volt. Vannak ilyen napok is, és ezekért én hálás vagyok. A buli még el sem indult, Jani, mint szülő megérkezik, és felkapcsolja a lámpát, nem? Gyerekek, tessék hazamenni 11 óra, miközben ott szívod a spanglitter. Ja, fél tízkor mindenki veszi szépen a kis cokonkját és húz haza. De jó, megbeszéltük, na, jó szórakozás. Apa, még csak 9 óra, ne rossd el a bulit, tudod. Hát, még csak negyed hét, hát ne öljük meg egyből. Na, mondd, esünk túl rajta. Én engedtem, hogy fél 9-kor még Pokémont keressenek valahol a téren. A lányom és Tami. Na, mi a sztori, gyorsan esünk túl. Van egy ilyen szomorú történet, a barátok közt egyik korábbi szereplőjével, Rada Klaudiával. Jaj, olvastam tegnap. Kis Timit olvasta, illetve olvastad, bocsánat, alakította annak idején sorozatban. Történt egy probléma, pontosabban az egész családjával leégett a házuk. Tehát ez szörnyű tragédiáról van szó olyan értelemben, hogy gyakorlatilag mindenüket elvesztették, írd és mond szó szerint mindenüket, mert a ház leégett az összes ingatlan ingóságukkal, stb. Mindenféle értékükkel együtt, gyakorlatilag újra kell kezdeni az életüket. És erről hát a Barátok közt Facebook oldalán is volt egy ilyen kis poszt, amiben a Barátok közt stábja azoknak a segítségét kért, akik valamilyen formában tudnak őket támogatni. Na és hát jöttek a különböző komment, és köztük volt néhány olyan is, amiből kiderül, hogy még mindig egy picit izaura országa vagyunk. Na! Ja, Istenem, nem is akarom. Tehát figyeljetek, egyet mindenképpen idéznék, Marian írja, az RTL tudna segíteni, azon kívül a szemét Timi szarkeverő kit érdekel, nehogy már itt kuncsologjon, jó megfizették. Jézusom, tényleg a szerep alapján megítélnek valakit. És a Timi az, mint szerep? Igen. Tehát, hogy a barátok közben volt Timi. Jézus, hogy és az ebben Ádani ilyen szarkeverő volt, úgyhogy meg is érdemli, biztos, valaki harapott Timire, egy ügy ütött a felállat. De arra, hogy ez egy kis sorozat, a másik a valóság. Nem, Timi, igen, én egy színésznő vagyok. Valaki. Egyébként tök rendes ember, hidd el. Biztos a Berényi. Vagy a a Rékasik, jó, már nincs benne, de a Barta. Barta. Biztos a Barta volt. Jaj, szegények, én is olvastam, tegnap pont ezzel a hírrel feküdtem le, mondom, úristen, így az ember elképzeli. Aztán így elkezdtem gondolkozni, hogy ezért csak volt biztosításuk, nem? Nem volt biztosításuk? Nem, valószínűleg nem. Hát de hogy a fenébe van az, hogy van egy házad, és nem kötve a havi 5000-ért egy olyan biztosítás. De nem ők az egyetlenek szerintem. Tehát ez mindig rácsodálkozunk ezekre a dolgokra, de ugyanakkor meg azért általánosabb, inkább ez a jellemző sem, mint az. Én most pont próbáltam két biztosítást kötni rá a házra, mert nekem is volt egy ilyen rossz érzésem egy hónapja, mire felhívta az ügynököm a figyelmet, a biztosítási ügynököm, ezt ne csinálj, ez biztosítási csalás. Igen, és a tervezett gyújtogatást se indítsd el. És itt is nagyban megkérdeztem, de mondom, miért? Hát ha felgyullad, akkor innen is fizetnek meg, onnan is. Hát én szorgalmas emberként, én fizetem és bebiztosítottam. Nem feltétlen lenne jó biztosítási csalás. Hát te életbiztosítást, ha többet kötök magamra, akkor és megmurdelek, érted? Azt nem tudom, hogy van, de hogy fizet, az biztos, azt megkérdeztem. Ez nem így van, akár nem biztosítanak, köthetsz biztosítást a házadra, hogy te rendszeresen fizeted. Abban az esetben, hogyha mondjuk egy hónap múlva, hogy nem felgyullad. Nem mondta, hogy nem. Tehát ugyanarra a kár, a két biztosítótól nem vehetsz föl, mert akkor mindenki ezt csinálná, hogy akkor fölgyűjtöd a saját házadat, bebiztosítod 4 biztosítónál, és utána felveszed a háromszoros árat a házadnak. Nem lehet. Tehát kizárja. Hát persze, én is ezt kérdeztem. Teljesen naivan egyébként az biztosítási csalás. Furcsa, mert baleseti kára például lehet. Lehet, hogy baleseti kár vagy kéztörés az igen, de például arra, hogyha te a házadat felgyűjtöd, és mondjuk van egy 50 milliós házad, azt te felgyűjtöd, majd 4 helyről felveszed, az 200 milliót kerestél, azt úgy hívják, hogy biztosítási csalás. Mert én is teljesen naivan mondtam, hogy miért nem? Tehát, hogyha tényleg az történik, hogy most kötsz egy csomó biztosítást, és mondjuk 2 hét múlva vagy 1 hónap múlva felgyullad a házad, fura módon, és
Isten, hogy az akkor azból vélemeszedem, hogy egy éven keresztül fizeted, hogy másfélen keresztül, két éven keresztül, akkor szerintem csak neked egyszer volt 50 milliós házad mondjuk, de ha te négy helyről veszed föl, akkor valamelyik az kamu, nem? Hiszen fizettem neked minden, akkor, hát, fizetted rendesen. Na én is, hát, na ezzel a naiv felvetéssel mentem hozzá. Mindenhova, és utána felveszett. Mert volt akkor most egy eset, ugye, amikor az úri ember befeküdt a vonat alá, amíg aztán levágta a két lábát, igen. És ez mi tizen akárhány biztosítónál kötött biztosítást, és viszonylag rövid idő telt el a szörnyű baleset és a biztosítás. Én is pont ugyanezt kérdeztem, hogy én megnyugodnék, ha két helyen neve biztosítva, meg hát azért az se baj. Két biztosító kifizeti a házat, ha bármi van, és mondta, hogy nehogy, mert az akkor na mindegy, szóval kopogtatnak. Visszatérve az esetre, azért basszus, egyszerűen nem hiszed el, hogy 2016-ban így tartunk. És aztán szegény kislány beírta egy választ így a posztok közé, illetve a kommentek közé, amiben azt írja, hogy sziasztok, én megértem, hogy sokan nem kedvelnek, illetve összekevernek azzal a karakterrel, akit 4-5 éve alakítottam, de senkinek sem kívánom azt, amit átéltem. Ugyanúgy mentem el aludni, mint máskor, és reggel arra ébredtem, hogy ég az asztalom. Jézus. 16 éves vagyok, semmit nem tudok arról, hogy mi zajlik a világban, nem tudom, mi fog történni velünk. És most is csak azt látom, hogy egyesek viccet csinálnak abból, ami történt. Megkérhetnének titeket, hogy ha már segíteni nem tudtok, legalább ártani ne ártsatok. Tehát, hogy nagyon kemény, igen. Ez borzasztó sztori, de valaki... És aludtak a házban, úgy gyulladt föl. Uh-huh. És mi gyulladt föl? Most részletekkel nem vagyok én se tisztában, meg nem is nagyon olvastam sehol, de azért mondom valóra. Milyen sötét jellemző emberek vannak, de tényleg, nem? Szóval, azonosítasz valakit, a szerepe, akkor szakkeverő Timi. A Barta is... Bart is megérdemelte azt a balesetet. Annyi rosszat okozott mindenkinek, hogy ez a Bart, hát miért kell száguldozni a Bartának? Ez a rékesítő hülye, az nem a Barta. Nem, a Barta az megérdemelte. Láttam a tévében. Keveri a szartot a rózsába. Egy van. Biztos ez a motor is rompott volt. Sajnos igen, hát az emberi unintelligencián nem lehet megdöbbenni, amikor az emberi kommenteket olvas egy-egy cikk alapján, vagy néha tényleg én is oda vettem, de már nagyon ritkán teszem, akkor azért így meglepődök, hogy atya úr is. De először azt hiszed, hogy poén. Tehát igen, azt hiszed, hogy poén, aztán rájössz, hogy ennyire nagyon-nagyon-nagyon. Ő valószínűleg tényleg gyűjtött annak idején. Izaura felszabadítására, hogy kifizessük valahogy Leosziót. Igen, valószínű gyűjtött. Na mindegy, hát persze, osszuk meg sokan, meg aki tud, segítsen meg, hát ha tudnak. Ebből ez az egy tanulság lehet, és nem neki mondani, hogy muszáj ennyire felelősség teljesen, szóval valahogy kötni kell rá valamit. Egyértelmű, tud egy nagy pénz lenni az embernek, ezért azért dolgozott, hogy be kell biztosítani az értéktárdéjat, magadat is, a házadat, lakásodat, mindent. Hát igen, csak tudod, akinek nagyon szorosra kell húzni a nadrágszíjat, az a havi 4-5-6 ezer forinttal. Aztán ilyenkor persze tudjuk, hogy kellett volna, csak mindenki arra gondol, ugye, hogy ez velem nem fog előfordulni. Tehát, nem szabad arra gondolni. Na. Igen, nem baj, úgyis az lesz egyébként, hogy még 5 év múlva is azt fogja mondani, hogy keresett ő annak idején eleget a barátok közben. Ja, miért? Építsen igen. Másikat. Így van. Miért mennyit keresett? Nem tudom, de jó sokat. Hát az RTL-es srácnak is leégett a háza, aki volt, ő már meg nem mondom, egy volt egy RTL-es műsorvezető. Müller Attila. Müller, igen. Hát neki is romokban volt az egész háza, és akkor valahogy elköltöztek, összeadták, segítettek. Milyen jó lenne, itt is most ezt így összeadnák, nem? Vagy legalább egy lakást. Nem olyan sok pénz, hát akkor a valami. Hát meg ugye minden holmiuk is oda veszett, tehát igen, ő valamit fölvenni. Az emlékeid, a ruháid, a cuccaid, mindened. Szóval, hogy ez bele se tud az emberbe gondolni, amihez vele nem történik. Meg ők egyébként most nem egy házat akarnak ingyér, azoknak írom, vagy mondom, akik esetleg meg akarnák írni ezt a dolgot, mert nem erről van szó, hanem ők mondjuk egy kis előleget mégis letennének egy kis előleget, és akkor megvásárolnának szépen apránként részletekben ezt az ingatlan. Tehát, hogy ők nem azt akarják, hogy és nem azért akarják, házat, hogy segítsenek rajta, mert hogy ő a barátok közt egy körös szereplő, egy ember, aki bajba került. Aki bajba. Igen. Mit akartál mondani? Hogy az év legviccesebb lépcsőházi kiírását szeretném ismertetni. Na, júliusra fűzve még valami folytatás? Igen, felhívás. Tisztelt hölgyek, kérem önöket, hogy szeretőiket a házban lakó férfiak közül válasszák, mert a házbelieknek nincs hol parkolniuk. Köszönettel a közös képviselő. Ez az az oldal, amit a Júli is mondott? Nem, ez tegnap egy ismerősöm rakta ki, hogy ez ténylegesen fölkerült most a falára, a lépcsőházi falra, hogy tessék, kedves házbeli hölgyek, jó, itthonról válasszunk, mert ha jön a sok szerető, leteszi a autót, akkor nem, a helyieknek nincs hol parkolni. Hát itt ebben az esetben, hogy nem szeretők, inkább kuncsaftokról van szó. Igen, itt valószínűleg az van, hogy fizetőszolgáltatás működik a házban. Igen. Mikor picit mindig szorgolni kezdek, és rájövök, hogy úristen, mennyi minden ilyet éltem át, és de jó az, amikor az emberek családi háza van. Ugye? Nem mész arra, hogy föl van törve a postaládát. Jó, parkolóval. Igen, jó, föl van törve a postaládát, össze van firkával, ellopták a biciklidet, odaállt valaki a folyosón, fekszik valaki a liftbe, szóval, hogy így... Ráadásul rokon.
van? Ráadásul, igen. Ráadásul, igen. De akkor is túllépsz rajta. Ráadásul Lajos bácsi, és megint csöngetett, de nem nyitottak ki, pedig otthon voltunk. Igen, szóval, hát igen. De mi akkor ott csajok fizetnek, tehát a csajok kuncsaftokat keresnek? Hát nem keresnek, hanem már megtalálták őket, jönnek a kuncsaftok. Őket keresik a kuncsaftok. Igen, megtalálják azokon a bizonyos oldalakon őket, fölmennek, leteszi nyilván a ház előtt az autót, hát nem sétálni mentő, nem sportolni, hanem egyéb szolgáltatást igénybe venni. Persze. És aki viszont ott lakik a házba, hazamegy, az a ház előtt nem kap már parkolót. Igen, mert ott áll Józsika, jött a fuvar. Mondjuk egy órára van ott csak, vagy félre, de hát akkor is. Hát kérdés, hát, hogy igen. A boldog befejezés, fél óra, egy óra. A professzor benne volt, hogy parkolási lehetőség az utcán a ház előtt. Így van, ingyen. Igen, a Józsinak a helyén az igaz, de ő majd csak este jó haza, mert ácsként dolgozik, és nagyon zabos, ha beáz a helyére, úgyhogy nyolcig végezzél. Ez kemény, hát ez kemény. Jó kis közös képviselő gyerekek. Igen, jó, egyébként meg jó fej, hogy ezt kiírja, hogy így írja ki, tehát aranyos a sztori. Igen. Na, azt mondja, hogy itt még visszatérve, csak gyorsan, hogy ez hogyan, mert sokaknak felkeltette az érdeklődését, azt írják, sokan vannak, akik biztosítási ügynökként dolgoznak, vagy hát legalábbis önjelölt biztosítósok. Az, hogy lehet több életbiztosítást kötni, a biztosítók elosztják a biztosítási összeget egymás között, írja valaki, illetve a vagyonbiztosításból nem lehet anyagi gyarapodásra szert tenni, tehát ingóságra például, vagyontárgyra egy, illetve akárhány biztosítást lehet kötni. Egy profit megkérdezhetünk erről, mert szerintem sokakat érdekelhet. Egyébként engem is, hogyha esetleg nem mondtam valós dolgot, vagy hülyeséget mondtam, bocsánat. Nem mondom, azért vagyok ebben csak kész, van. Nem, én is gyorsan bele akartam futni egy ilyen dupla csalásba, de lebeszélt róla, ha nem lenne. Már gondolkodtam. Hogy biztosítási csalást akart elkövetni. Én, hát csak jó hiszem, hogy a hadbiztosítóval biztosítottam be a házamat, majd találtak egy benzines kannát. Bedobott cipőn gyújtott. Hát, nem biztosított, de egyébként kicsit én is kivoltam. Mert balesetnél azt tudom, hogy ott. Balesetnél igen. Igen. Egy új, a virágnak eltört az új, olyat kasszáltam. Az megy, az megy. Egy kidobosozás közben. Fogod egy, fogsz egy nagy krumplit, belerakod egy törölközőbe, rácsapsz az ujjadra, és utána fölveszel itt 30 000 forintot. Megint. És amikor kérdezi a gyerek, hogy apa, miért megint én, akkor azt mondja, azért, mert te nem keresel egyet a családot. De apa, már mind a 9 ujjam nagyon be van dagadva. Jó, még van egy, amit a héten nem törtünk el. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Bernie Ecclestonnal, akinek elrabolták az anyósát, és nyilván az ügy komoly, egyelőre fejlő leményt én nem láttam ma reggel a neten. Azóta visszakapták már az emberlablók családjai az emberlablókat? Ez egy jó kérdés. Mert ugye ez kiderültetek a riportból, hogy akár egy ilyen fordulás elő. Nekik valószínűleg végük van, vagy így, vagy úgy, de igen, őket levadásszák már, mint az emberablókat. De arról beszéltünk, hogy ki mennyi fizetne a saját anyósáért, tehát hogy zajlik egy ilyen túsztárgyalás, mi történik, hogy történik, és hogy a fenében van az, hogy közel 36-36,5 millió dollárt kérnek az anyósáért. Mi van akkor, ha te szereted a párodat, de nem akarod az anyáért kifizetni? Mert érdemes, már érdemes utána érdeklődni, hogy mennyire szereti valaki az anyósát, mert nagyon könnyen fölé lehet lőni az összeget. Igen. De csak olyan anyóst raboljatok el, akit szeretnek a másik oldalon. Igen. Tehát, hogyha a vej, ugye ez vej, vagy igen, a vej nem szereti, akkor nem, akkor más anyóst kell keresni. Kíváncsiak vagyunk az ügy folytatására, hogy Bernie fizete, mert minden idők legdrágább emberrablása zajlik ezekben a pillanatokban is. Brazíliában soha ennyit még nem kértek túszért. Ugye erről tegnap beszéltünk, 37 millió dollárt. 9-10 milliárd forintnyi összeget akarnak. Bődületes. A mamáért. Igen, és hát tényleg ne történjen semmi baja, éppen egészségesen kerüljön vissza a családjához, vagy maradjon az emberablóknál és főzőn takarítson rájuk. Lesz. Azt a nagyon finomakat tesznek az emberablók. Igen. Na, mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Aztán, hogy állunk játéka? 2-1 nekünk. 2-1 nekünk. Ja, várjál, ne, tegnap is a hallgató nyert, 2-1 nekünk. Na, aranyos csajci játszott tegnap, igen, ugye valami végig helyes. Végig kihúztátok. 2-1 a hallgató. Igen, az édesanyjával ételt szállítottak a jó nevén. Igen, ő volt. Anyukájával. Igen. Jó, hát akkor 2-1 megyünk. 37 éves, és még nem kaptunk róla a fotót, viszont kaptunk egy csomó más fotót. Beindult, még meg se hirdettük a versenyt. Még meg se hirdettük, és már beindult a küld be anyádat. Szépségverseny. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez nekem. Most igen, van negyed órán pont, hogy ezeket elhelyezem. És reggeli bőfrissítés a kanálban. Na jön az ismétlés, aztán jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van, 7 óra, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jön a jó idő, ma még egy kicsit esik, ahogy Ákos is mondta, de aztán már hétvégére, hétvégére igazán, igazán jó idő lesz. Hát itt gyönyörű idő van, nem tudom, kit vigasztal, már azok közül, akik jelenleg esik, de itt gyönyörű szép idő van az Üllői-úti felüljáró fölött. Szexárdon a vihar miatt nem hallunk benneteket, még jó, hogy online is elérhető. Na, igen.
M1 Győr felé Tatabányai pihenőnél a belsősávon egy méteres félm, és ott el is tűnt az SMS írója, a Kőszegi határátkelőnél akadálytalanul lehet haladni. Ezt Zsolt küldte nekünk. A 31-es autós hűsávnál készülődnek trafizen rendével Őrei Budapest felé haladókat, ezt pedig Ádi küldte. Jól van, na játszunk akkor egyet, nézzük meg, hogy ki a hét. Hát, hogy is mondjam, utolsó előtti, nem? Igen, csütörtök van. Utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Hát, sziasztok, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Tamás vagyok. Tamás, hello, honnan hívtál minket, Tamás? Jelenleg a Szigetszentmiklósi pihenőbe vagyok. Na. És éppen gurulnék már lassan hazafelé. Ha nem tartanánk föl. Hát igen. Megmondom őszintén, nem számítottam rá, hogy visszaítok. Ilyen ez, hát előbb-utóbb mindenkire sor kerül. Lehalkított picit a rádiót? Igen. Köszi, igen. Jó, a telefonon keresztül úgyis abszolút jól hallasz minket. Jó van, és mit csinálsz ott a parkolóban? Hova mentél, vagy mit dolgozol? Nemzetközi árufuvarozásban dolgozom, és megálltam egyet kajálni, mert már baromira éhes voltam, ugyanis az egész éjszakát átvezettem. Hú, ne is van. Én is olyan éhes vagyok, és megőrülök, és ahogy mióta bejöttem a rádióba, azt mondtam, hogy mit tudnék enni. Kinek, miért, hogyan, gyorsan, mit, mennyiért. Mit reggeliztél? Hát, jó öreg embetűs sajtburgert. Néha jó az, az ember, ha néha kicsit bűnözik, minden nap nyilván nem annyira, de azért néha. Nem lesz minden nap, nem szabad. Fú, nagyon éhes vagyok én is. Tapasztalsz egyébként különbséget, hogy így járod Európát? Hát, árban nem nagy különbségben olyan. Minőségben. Méretben. Picit. Az ízek mások, de azért nagyjából minden ugyanaz kapott. Pont ezért de úgy nagyjából ugyanaz a recept szerintem. Ja, Istenem, most még éhesebb lettem. Kivel játszanám? Terivel szeretném. Teri, nagyon jó, Tamás. Jól van, akkor indítjuk is az órát, esetek egymásnak, kajáról nem ér beszélni. Jó? Én nem tudom, mi történt ma velem. Tamás, nyírjuk ki Balázs. Mennyit ettem tegnap? Annyira éhes vagyok, hogy nyilván görülök. Kis angol utcákban tolatok kamionos hölgyekről, igen. Nagyon, igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Láttad ezt a videót, Tamás, amit a Jani említett? Megmondom őszintén, hogy benneteket mindig a múltba hallgatlak, mivel hogy én a telefonomra a múlt heti adásokat töltöm fel. És úgy mész végig Európán, hogy letöltöd, bármikor tudod hallgatni? Így van. Például most a Best of-ot hallgattam végig. Jó volt, ugye? Még van belőle. Még van belőle. Tehát mindig eljátszom magamba azt, hogy veletek játszok, meg beszélgetek veletek. Akarsz kérdezni akkor, Tamás, gondolom. Figyelj, szoktál-e bűnözni? Miben? Hát mondjuk gyors éttermi kajákban. Előfordul. Az a kedvenced, ahol most ettél a piros? Nem, ez kényszer. Ott a végül! Nem hiszem el! Pedig nem volt másról. Jó? Itt kezdett el lejárni az óra. Itt kezdett el lejárni. Szép volt, Feri! Mindegy. Vigyáztad magad azzal, hogy csak a jövő héten fogod megtudni, hogy veszítettél viszont. Így van, amikor visszahallgatod. Ez majd jövő héten. Jövő hétfőkedek. Jó, rendben. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szívesen, hát örülünk. Köszönjük az egy pontot, hogy visszahoztad a reményt. 2-2 így az állás. Akkor majd a holnapi eldönti. Bizonyán. Holnap lesz a nagy döntőjáték. Köszi akkor, hát jó utat neked. Köszönöm szépen, sziasztok! Csáó, köszi, hello. Szia. Szép volt, Feri! Jó, még egyszer. Jó ez. Picit visszarángattuk a sírból a hetet. Vissza. Így akkor még van esélyünk holnap. Persze. Az arányokra úgy sem emlékszik senki, csak a győzelmekre. Ennyi, persze, hát az most, hogy 3-2 vagy 4-1, teljesen. Mondj, Eccleston mutatják, gyerekek, van fejlemény? Nem, még egyelőre ők is csak arról beszélnek, amiről mi tegnap, hogy vajon ki, hogy. Anyósom, nekem egy ilyen acskifejlemény. Igen, mutatták egy nagyobb utat. Bernie, erre voltak az anyósok. Micsoda? Nekem? Melyiket? Ígyunk egy jó feketét. Kicsit ilyen kénarcot. Mama egyébként nagyon cuki. Nagyon helyes. Szóval, hogy egy ilyen tündőri. Igen, a lánya is nagyon cuki, meg pont 23 éves ő is, de hogy mama is egy ilyen... Hogy nem, Bernie beújított egy 23 éves, de hogy mama egyébként nagyon helyes, nagyon cuki, nagyon fes, nagyon csinos, jól ápolt, helyes, szép. Nagyon kedves kis mama. Nem?
Kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége. Azért ez egy nagyon érdekes helyzet. Ki fizette 36 millió dollárt az anyósáért? Vagy hogy meg mer-e mozgatni olyan szálakat, amikről tegnap beszéltünk. Vagy levadásszák az emberaklókat. Csak a mamának ne legyen baja, ne az legyen a vége. Hát, hogyha hogy menekülni kényszerülnek. Tényleg, ne agyisten lesz valami, vagy biztos, hogy lesz egy olyan utóélet, amiről mi már nem hallunk. Hát igen, de ezzel foglalkozik a nemzetközi sajtó, meg mindenki, tehát kíváncsi. Nagy már a nyilvánosság. Nagy, persze, nagy, szerintem ők is rájöttek. Ha egyáltalán tényleg tudatosan rabolták el, amit ugye tegnap eljátszottunk, hogy te hülye, mondtam, hogy az A-ba menj, ne a B-be. Ugye? Tehát ha nem ott szembesültek, az egy Jézus Isten bőrni anyósak, úristen, vigyük vissza. 2 perc van, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk Ákos híreivel. Körülöttem vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Július utolsó csütörtök, én július 28-án. Jövő héten már. Már indul az augusztus. Indul az augusztus. Utolsó hónap, gyerekek. Aztán jöhet a munka. Micsoda? Most pihenjétek ki magatokat, nem sokára iskola. Ti dolgotok a tanulásuk. Nekünk már jövő héten kezdődik az ovi. Nagyon helyes, hát. Tényleg. Menj arra, jön az a gyerek a sokáig. Ügyeletes ovi. Most táborozik a gyermek, és akkor jövőtől óvoda. Én a hideg zuhany. Én nagyon szereti, igen, hideg zuhany. Óvoda, ráadásul zárt óvoda, mert nincs bent senki, úgyhogy átteszem a kerítésen, és akkor bóklászik a kerítésen. Kap majd egy kulcsomot, és minden olyan helyiségbe bevet, amiben egyébként évközben. Szertárba, irodákba, minden megvészet. Övé az egész. Övé az egész. 5-kor találkozunk itt a kerítésnél, kiemellek. Tegnap hallottam, hogy Federer nem lesz az olimpián, szegény. Balázsra gondoltam, sírtál kicsim? Kérdezi Beatrix. Nem lesz ott ügyképet. Sűrülés miatt? Semmit nem csinál az egész évben. Teljesen lelki beteg vagyok emiatt. Az egész évet visszamondta Roger. Mondta, hogy konzultált az orvosaival, és se az olimpián, se nem tudom még hol. Mi van? Még van egy nagy Grand Slam. Nincs már Grand Slam. De még van. Hát még a US Open ott van. Se ott, se az ATP világbajnokság. Döntél Londonból. Ki akartam menni? Nincsen sehol. Visszalépett jövőre. Látod a könycseppet itt, hogy elindult nekem. Látom, hogy most ti is kicsit levertek le. A többiek mind üres lelátók előtt fognak játszani, senki nem lesz kíváncsi ezen túl a teniszre. Igen, vége. Úgyhogy Roger, hát valószínűleg szerintem itt a vége ennek a történetnek, sajnos. A szondod. Hát ilyengessen is már minden megnyert. Az is igaz, egyébként nincs már neki nagyon olyan. Talán az egyéni olimpia. Most már ilyen bemutató meccseken indul majd. De az nem, az nem. Nem, már ilyen. De ilyen klasszik tarócival. Ilyen vicceseken, hogy zsíros kenyérrel ütögetnek meg ilyesmi. Magyar asztali teniszezőkkel is előfordult. Uborkásdekivel, lekváros buktával. Félbevágott bagettel. Nem mondja, hogy félbevágott bagett, nagyon ilyes vagyok. Majd hozzák. Ne a teherporta felől hozzátok a kaját, hanem a főbejáraton, és ott balra föl, jó? Ott van egy klasszporta, és akkor ott kell szólni, hogy Balázsnak meghoztátok a reggelit. Mindegy, hogy most ezt egy gyors étterem marketing vezetője küldi el, hogy sok szeretettel, Bali, hogy a Fény utcai piacról küldenek 4 lángost, hogy egy palacintázó szám meg. Ma annyira ilyesők, hogy bármi jó. Egy szelet feeling megsütött régi véres hurkának is nagyon örülnék, egy kis száradt fehér kenyére. De minden jó, most tényleg minden jó. Most valaki. Nagyváratéri hentesnek. Ha itt elmentek. Na akkor van még a tegnapibot, tudod, bármi hogy megégett a vég. Ha elmentek a felüljáró, és egy ilyen fél almát így pont úgy dobtok, hogy kicsit előre dobjátok, még az ablak előttetek legyen, mert ahogy mentek, ugye az már nem, tehát ha jól céloztok, még az is bejön. Nagyon én annak is örülök. Nagyon jó lesz, 10-kor kimegyünk, vagy mit tudom, 11-kor az épületből, és ránézünk, és a homlokzat tele lesz mindenféle étel maradványokkal, egy palacsintákkal. Egy palacsinta, 2 alma, egy félig megrágott vofri, egy régi szenyak, két doboz kefir. Igen. 2 tápiókapuding és 1 szójapuding a falon. Egy csurog lefelé. Betalálni az ablakon. Hát nagyon, nem tudom, nem. Valószínűleg keveset van egyébként tettem. Ilyen. Igen, hogy valamikor úgy ébredsz, hogy most tényleg CMC-t leharaptam a Zsűl fejét, és meginnám a vérét. Tehát, hogy ennyire. Savar le a kupakot. Zsűl fejét. Nem vagy vemhes? Mert is gondoltam egyébként. Mert is gondoltam, hogy van egy kis pocak lakóbennem. Egyébként? Mert tegnap nem raktam le pocaklakót, tehát lehet, hogy most van egy pocaklakó. Férfiaknál nincsen ilyen? Ez a szimpátia terhesség? De, álterhesség. Abszolút, én is. Ugyanúgy te is kívánós leszel, elkezd nőni a hasad. Folyik a tejem. Folyik a tejem, és mindig IKEA-ba járok gyűjtögetni, és rendezgetem a hálószobát. Na, van biztosítási hölgyünk? Van? Na, csak gyorsan, mert itt közben tényleg sok mindenről beszélgettünk, és ugye Jani meg földobott egy nagyon szomorú helyzetet, egy apropót, úgy csak egy mondat erejét tegyük ezt rendben.
A félbevágott baget, az a bag, kérdezi valaki, igen. Hogy ugye beszéltünk arról, hogy egy barátok köztös kis színész lánynak a családjának leégett a háza, és ez milyen szörnyű, és én mondtam, hogy ugye, hogy nem, én szerettem volna több biztosítást kötni, de nem lehet, mire Jani ugye mondta, hogy miért nem, hát ő is ezen gondolkozott, hogy ugye te jogkövető állampolgárként, óvatos állampolgárként az ingatlanodat bebiztosított több biztosítóval. Akkor, hogyha fizeted rendszeresen. Ha fizeted rendszeresen, igen. Arról van szó, hogy két hét múlva hirtelen, hogy nem. Fölgyullad, lángol, spontán és pont nem vagy otthon egyébként. Elkezdünk erről beszélgetni, csak egy mondat elég rendbe tesszük, hogy most lehet egy ingatlanra többet kötni, vagy csak magadra lehet, és akkor utána vidáman kinyírod magad, akkor fizet-e négy biztosító, vagy ha neked valami történik a házaddal, és te voltál olyan gondos, hogy ezt négy biztosítóra kötötted, akkor ugye négy biztosító fizet. Én mondtam, hogy ez nyilván kizárt, sokan élnének ezzel a lehetőséggel, ezt hívják biztosítási csalásnak, beszélt rá el az én alkuszom, hogy ezt ne tegyem. De mi van például a bal lábammal? Nem? Lehet. Ugye az ember, aki vonat alá tette a bal lábát, és majdnem felvett egy milliárdot. Helyette most fél lábbal ül a börtönbe hosszú ideig. Megvan ez a történet? Igen, de benézte. Ő biztosította a két lábat, majd befeküdt az Intercity alá, ami akkor még jó irányba ment, és hát szegény, de hát sikerült is egyébként, csak aztán összeért a biztosítóknál a hát szál. Azt hiszem, hogy azért volt gyanús, mert ugye nagyon rövid időn belül történt a tragikus baleset. Tehát igen. Ha vár még egy évet, akkor lehet, hogy semmi. Tehát ha arra közbiztosítás, hogy leviszi a lábamat a vonat, mindkettőt, és ezért két nap múlva megtörténik, azért az úgy picit az hirtelen. Igen, hoppácska, még így gyorsan is érem a következő internet. Tehát, hogy ez... De így van, hogy Andi, hello Andi, jó reggel, ciao. Sziasztok, hello. Szia, Andi vagyok. Szóval az embernek egy szép ház, amit szeret, akkor azt nem tudja bebiztosítani négy különböző biztosítónál, ugye? Az új PTK szerint lehet, tehát a jogszabály szerint énnek nem lehet több biztosításom, de egy káreseményre mindig az a biztosító társaság fizet, ahol nekem előbb volt. Tehát, hogyha van egy tűz, ami most a mai példában volt, az minden biztosítónak az alapkockázatában benne van. Tehát, hogyha a régi biztosító társaságban benne van a tűzkockázat, akkor ő fogja a kárt rendezni, tehát akkor azt az 50 milliós házamat 50 millió forintig kártanítja. Viszont, hogyha nekem van egy másik biztosítás, ami sokkal korszerűbb és jobb, mint a régi, és olyan szolgáltatások vannak benne, amiben a régiben nincsen, akkor én azt a plusz szolgáltatást kérhetem az új biztosítóhoz. Erre nagyon jó példa, hogyha van egy csőtörésem, és elfolyik a víz, amit a szolgáltató felé ki kell fizetnem, akkor ugye a csőtörés káromat megfizeti a régi biztosító, de mondjuk az új biztosítomban van olyan szolgáltatás, az elfolyt víz mennyiséget megtéríti, akkor az új biztosítomban beadhatom azt a kártérítést, amit én a szolgáltatónak, tehát a vízműnek kifizetek. De kettőt ott sem, csak a pluszt, amivel ő azt többet tud. Igen, azt még... igen. Aha, tehát nem értem. Többszörözhető, ezt nem engedi meg. Igen, viszont lehet két biztosításom, hogyha másiknak sokkal jobb szolgáltatása van, és a régitben is meg vagyok elégedve, akkor így kérhetek két helyről kártérítést, de nem duplázhatom meg a kártérítést. Mondjuk... Igen, a vagyontárgyakra nem köthető úgymond dupla biztosítás, de az új PTK megengedi, hogy nekem legyen két életbiztosítás, vagy két lakásbiztosítás. Aha, és akkor az egyiket az alapszinten, a másikat meg a plusznál tudom igen. Én. Magamra köthetek? Tehát ha én mondjuk attól félek, hogy meghalok, akkor négy életbiztosítást köthetek magamra? Akár százat is. Te úgy fizetheted a díjat, ha meghalsz, akkor 100 helyről kérhetnek a kedvezményezettek kártérítést. Nem osztozza el, tehát nem polasztja el, hogy így mondjam szakmai nyelven, a kártérítési összeget a 100 darab vagy a 10 darab biztosító társaság, hiszen te fizetted a díjat különböző szolgáltatásokért, és azokat a szolgáltatásokat kapod aha. meg. Erre nagyon jó példa, hogyha van egy kisgyerekem, aki mondjuk kerékpározik, elesik, eltöri a kezét, akkor kérhetem a tanulóbiztosításomra a csonttörését, át kettő kérhetem az államilag finanszírozott balesetbiztosításra a csonttörés kockázatot. Ha van egy lakásbiztosításom, akkor át három kérhetem a lakásbiztosításomra a csonttörést, tehát a gyermek részéről három helyről kaphatok csonttörést. Ezt én is aláírom. Mennyit tudtál kijönni eddig a gyerekből? Jani hetente fogja meg azt a húsklofot, és azt mondja, bocs, virág, most oda néz. Most már ugyan csak szájjal fest. Igen, a jogszabály azt mondja, hogy az életbiztosításunkat nem lehet számtagilag meghatározni,
kinek mennyi pénze van, annyira biztosítja az életét. Ha én 100 millió forintra biztosítom a saját életemet, és meghalok, akkor 100 milliót fognak kifizetni a biztosító társaságok. Ha erre nekem van pénzem, a díj, hát meg tudom fizetni, akkor szolgáltatni kell a biztosítónak. Andi, hát ez nagyon szépen és jól tetted nekünk, ezt rendben. Úgyhogy akkor nem kötő összevetünk a biztosítási csalás, hogy 4 helyről veszük föl, ha bármi történik. Köszönjük szívesen. Köszönjük, puszi! Hello. Ezt nem mondhattad volna, hogy te megkötötted, hát bocsánat, ezt nem tudtad, hogy nem lehet. Megkötni megkötheted, a lóvét nem vehetett föl. Nem vehetett föl, persze. Lehet neked még egy lakásbiztosításod. Csak azért csak innen is beutalnak 50-et, meg onnan is, és neked a házad 50-et ért, azért az nem szerencsés, hogy utána megérkezik a rendőrség. Ez a kiegészítő biztosítás volna, ez tök jó. Nagyon jó példát mondott Andi ezzel a csőtörés, igen, vízelfolyóssal, mert abból egyébként szintén hatalmas kár számít az embernek, hogy elfolyik 4-5 köbméter víz, aztán nem fizeti ki senki. És hát ugye te kezdesz robogózni, egy hallgató, úgyhogy akkor figyelj, reszketnek biztosító, kéztörés 4 helyről, fejtörés, lábtörés, hát figyelj, a 6 helyről biztosított, nem magad egy törésből visszajön a robogó. Nem fogok elcsúszni. Nem, én megérkezem hátulról, véletlen elütlek, te felveszed a lóvét, neked visszajön a biztosítási árad. Én meg nem tudom tovább. A kocsit lebiztosítódod. Én a kocsit megoldom, csak kicsit ülökök rajtad egy... a dokumentumokat, ahol meg lesz, ott lesz az is papírok az asztalra téve a színes filctollal, így ilyen, hogy ez mit balról? Felesd, de holnap reggel akció indul 6:00 Lőrinci kereszteződés a Meki után. Jobbról jövök. 6:02 várja pirosnál. Jó, egyeztessük, boránk, jó, most indulok. Na uraim, ez egy tervezett baleset volt, dehogy volt. Ők nem egy műsorban vezetnek? Ne, de véletlenül a János kifordult elém. Én meg pont elütöttem. Nem lesz nekem már soha elektromos robogom. Az nem. Hát de legyen! De miért nem? ennyi pénzért nem ér. Képzeljétek el, hogy az egyik kollégával, Ferinkkel beszéltem a Salesről, és ő azt mondta, hogy 10 évvel ezelőtt kapott egy elektromos robogot egy cégtől, akivel kapcsolatba állt, és hogy 10 éve gyakorlatilag hibátlanul működik a szerkezet, a csodájára járnak, egy valami non-name kínai cuccról van szó. De nem adta oda neked, ugye? Hát igen, ez volt egy jó volt a sztori, meg tetszett is, meg minden, meg bírom is a Ferit, de hogy ez azért hát legalább egy szépséghibája a sztorinak, igen, hogy nem adta oda. Nem adtam, mondta, hogy akkor kicsit használta is? Hát minek neki, ha nem használja? Nem? Hát kérdem. Hát mit nagyzol, nem? Hát most nem értem, hogy elmond úgy egy sztorit, hogy nem az a vége, hogy nem adja oda. Hát most sétálj, meg ott állok, te forrász. Te már vártad, de a levegőben csapcsát, megvan a moci. És még azt is hozzátesz, hogy 10 éve van, használjuk, de csak otthon a ház. Aha, igen. Van rendes motorom, nem járok vele. Jaj, le van takarva, kicsit poros már, nem használom. Na, megyek, iszom egy kávét. Kiállok a garázsból, aztán visszaállok, de hát egyébként semmi értelme nincs. Na, nagyon sokan írjátok nekünk, hogy Sopron elesett, és a kishatáros sor, mitől a Kőhidáig ér, valamit csináltok ezzel, ez őrület, egyértelmű szivatás, írja Markó. Ezt egyébként tényleg nem értem. Mi van Franz Josefékkel megint? Miért vannak megint ránk kiakadók? Igen, itt van velünk Attila, mindjárt beszámol a helyzetről. Attila, mond mi a helyzet, a hello. Sziasztok! Na, hát itt állok most már lassan, nem is lassan, most már egészen konkrétan másfél órája, és még mindig nem értem el a határt. Te most melyik részén vagy, hol próbálsz átmenni? Én Sopron, hát reggel próbálkoztam Kőhidán, mert édesapám ő előttem indult el, és írta, hogy már kurva nagy sor van. Igen, mondta, hogy nagyon nagy a sor. Ez egy idézet volt. Igen, hát hogy mondta papa, hogy nagyon nagy a sor. Aha, igen. Igen. Na, szóval én már Kőhidánál próbálkoztam, de ott annyira be volt állva, meg az egy pici határ, hogy azt gondoltam, hogy esetleg nem az állom, akkor inkább jövök Sopron fele. Ha lassabban így egy biztos át tudok menni, de hát most a másfél órája itt állok, tehát hogy... Én azt nem értem, komolyan azt nem értem, hogy miért vagyunk ennyire töketlenek, hogy ezt miért hagyjuk, hogyha szivatják a magyart, akkor miért nem áll ki a magyar is a másik oldalra, és mondja azt a magyar határellenőrzés, hatóság, nem tudom, a gyerekek, oké, lehet velünk szórakozni, akkor itt is most, akkor ájne, átjárás, stop, vége. Pontosan, ezt egyébként megjártották egy körülbelül 2 héttel ezelőtt, aztán az országokkal is voltak háborúk, hogy hát Magyarország felé az nem Schengen, meg ugye, hát dehogy nem. Hát most miért álljunk akkor mi is ki, amikor álljon, hogy Bécsig áll a sor, érted, vagy nem tudom meddig, akkor majd nem szivatja a magyar. Hát értem. Egyébként, ami szerintem még jobb lenne, és még jobban működne, az biztos, hogy észreférnének az osztrákok. Szépen az összes ember, aki bejár dolgozni Magyarországról,
Kiválasztanánk egy napot, senki nem menne be, mondván, hogy nem jutottunk át a határon. Azt biztos, hogy megéreznék. Azt megéreznék, meg deszantot nekik. Foglaljunk vissza! Fél Ausztria nem megy be dolgozni, mert átjárunk a határon. De titeket most már ott hónapok óta román szivatnak, szóval egyértelműen a meccs óta. De egyébként az a víz, hogy legtöbbször azért van rohadt nagy sor, mert az osztrák rendőr kínál egy darab rendőr autóval, és így nézegeti az autókat, de nem csinálnak semmit, nem állítanak meg senkit, csak az emberek nem mennek el mellettük elmenni, és akkor mindenki tökörögött el, de nem van szűkítve egy sávra, és nem lehet elmenni. És akkor most nem tudom mi van, most lehet, hogy nekiálltak elnézgetni, mert például a múltkor itt, nem is tudom, egy várossal arrébb, ami van még határátkelő, ott konkrétan még a személyt is elkezdték. Nem értem. Nekünk is ki kéne állni, nem? Hát én kérdezem, egy magyar kollégának. Ezzel meg az a baj egyébként, hogy akkor meg az meg duplán szív, aki kijár, mert akkor magyarok visszafelé, mikor jönnek, megint állnak. Meg most ne szívassuk már meg azt a három osztrákot, aki Magyarországon dolgozik. Nem, annyian nincsenek. Egy óránként átjön egy. De valamit lehet-e csinálni? Hát rommá szivatnak minket. Hát rengeteg. Most már kellene, mert ez kalhatatlan, tehát ez katasztrófa. Nagyon sok elkeseredett hangot. Tehát embereknek az állásukra játszanak sokszor. Tehát azért ezt egy darabig tűri a munkáltató, hogy oké, megint késte, és aztán azt fogja mondani, hogy jó, akkor felveszek olyat, aki be tudja jönni, hogy időre dolgozni. Tehát, hogy te most mit csinálsz? Mit dolgozol kint? Én autószerelő vagyok, én most ebben a helyen január óta vagyok, tehát egy fél éve, és most már gyakorlatilag pont ebben a fél évben szívok a legtöbbet ezzel, hogy nem tudunk beérni időre. Na jó van, hát kitartás, figyelj, nem tudom, hogy mit tudnánk csinálni, de ha már beszélünk róla, lehet, hogy segít. Felhívjuk a Dzsudzsit, és akkor a következő osztrák magyaron meg két öngól vagy nem. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Szia, kitartást. Hát, basszus, telefonáljunk oda az ő drejbe. De ilyenkor nekik nem kell mondani valamit, hogy azért van ellenőrzés, mert... Mert ugye nincs ok, tehát hogy nem tudjuk, hogy nyilván az, hogy a migránsok, na nem, most a dolgozni kimenő magyarok autóját nézik, hogy van-e benne, vagy nincs benne. Annyira olcsó. 400 méter hegyes alomnál már 40 perc az áthaladás, ez Zsolti küldte nekünk. Elképesztő egyébként. Hogy nem tudnak mit csinálni. És tényleg nem a 2-0 óta van ez? Tehát nem ott indult ez el ilyen nagyon egyértelmű? Hogy ez így nagyon fáj nekik. Annyira kicsinyes. Igen. És átlátszó az egész. Igen, írj egy másik adat, hogy hívjatok már fel valaki, és mondjam már, hogy miért kell egy órát várni a Soproni határán, majdnem minden reggel. Mindenki lapul, és senki nem mond semmit, és nem csinál semmit, elég elszomorító. Sokan kifizetnének egy plusz rendőrt, hogy gyorsabban haladjunk. Ezt Roli küldte nekünk. Nem tudom, bosszantó azért ez. Nem? Hát egy sávra szűkíteni, érted, ott azt hiszem hármon lehet egyébként menni, ha nincs ez a baromság, hogy lezárják, most ott egyre leszűkítik. Igen. Semmi, már csak azért is elkezd visszatorlódni. Ilyenkor nem lehet megnyitni egy mobil határt, vagy valami? De a zöld határ, és ott jobbra a kerítés mögött. Honvédség oda menne, ledobna egy pontont, aztán érted azon keresztül. Nem? Igen. Mama kicsit kapaszkodjon, ez rázni fog, és mama ül, és te meg csapatod a zöld határon. Fogja tyúkodni, hogy megtoljam. A videót a kamionoson láttátok, aki letarolta fél Angliát? Segítsél már, és erről beszéljünk, és biztos mindenkinek van olyan rokona, drága hallgatók, nektek is már kezdhetek gondolkodni, aki a külföldre megy, azt gondolja, hogy úgy tudja megértetni magát, ha jobban beszél magyarul, jobban artikulál és ordibál. És küldjetek már nekünk ilyen történeteket, amikor nagypapával, nagymamával, anyóssal, barátnővel, volt feleséggel nyaraltatok, aki nem annyira beszélte az adott ország nyelvét, vagy az univerzális angol. És nagyon kellemetlenül rosszul tud viselkedni külföldön. Ugye történt, hogy egy magyar kamionos hát bement valami kis utcába, vagy nem tudom hova, és megpróbált ő egy időt, amikor észrevette, vagy zsákutca, vagy nem jut, tehát kitolatni. Ugye? Igen. Csak igen. Elkezdett bontani. De nem sikerült jól a kitolatás, és elkezdte lebontani a postaládát, a sövényt, és hát minden mást. Olyan rajzfilmes volt a tolatás, mert a kerítéslicek így egyesével taing, és ami ugye, hát külön érdekessége volt, hogy a tulaj ott állt a kerítés mögött, és így nézte. Hát szurkolt. A tulaj néni ott állt, és szerintem gondolkozott, hogy mit csináljon, hogy jaj, a kerítés bekopogtassak-e a kamion, két kamionba. Font, négy font, hat font, nyolc font. Festékkel együtt, tíz. Így. És így számolgatott. De aztán az lett a történetnek ugye a vége, hogy egy helyi lakos, szintén kamionos segített kiállni. Igen, mert segített kiállni, de várjál, valaki elkezdte ezt videóra venni, mert álltok a GPS berendezése küldte rossz helyre, és miután a nő is rájött, hogy erre nem tud elmenni, tehát akkor női sofőr volt. Igen. Azt én nem tudtam. Szeretett volna megfordulni, de ugye nem sikerült neki.
és próbáltak beszélni a sofőrrel, aki ugye nem beszél angolul, mire elkezdett magyarul ordibálni, hogy figyelj már, segítsél már, ne nézzed már, inkább segítsél már. Inkább segítsél már. Hát. Jó, most fogjuk a pánikra, elfelejtett hirtelen idegenül. De önmagában azért ez szórakoztató, és ez engem mindig nagyon szórakoztat, amikor valaki olyat látok, hallok külföldön, aki ugye nem beszél, mert az nem bűn nem beszélni. Csak aki nem beszél, az miért gondolja azt, hogyha jobban üvölt magyarul, azt viszont nagyon jól megértik, azt nem tudom. És erre nem tudtam soha rájönni. De az nem lehet, hogy nem is Angliába tartott? Tehát nem is kellett volna neki tudni angolul? Ja, hogy nagyon eltérő. Hogy annyira eltérő. GPS annyira elkavartam. Azt nem tudom. Nem követelmény ugyanis náluk az angol nyelvtudás. Hát igen, nem követelmény. Nem kell. Mert az irányítás, az magyar nyelven történik. Elméletileg, ha odaérsz a rakodó helyre, ott fölállsz egy ilyen rámpára, ott leki, bepakolnak, bekopogtatnak, indulhat. És kész, ennyi. Igen. Állítólag egyébként, azt írják, megvan a videó közben, be tudjuk játszani, hogy amikor ő kiszállt, szóltak neki, hogy tesó, meg királni, megnézni a károkat. Kiszállt, hátra mente, megnézi, fél postaláda, fél kerítés nincs, majd beszállt és folytatta a manővert. De miért tollatott tovább? Tehát, hogy ő azért ezzel azért olyan nagyon-nagyon sokat nem foglalkozott. Ő szegényként megpróbált valahogy kiállni. Csak ugye hát egyre nagyobb bajba keverte ezzel saját magát. A figyelj, már inkább segítsél, jó, az viszont az év mondata. Hát az év mondata. Ő abból indult ki, meg a hírekből, hogy a legnagyobb, vagy a második legnagyobb magyar város London, hát is vannak honfitársaim. Igen. És nagyon vicces, mert angolul írják, hogy mondja angolul a nő, hogy ő nem hitte el azt, amit lát, és hogy ő megpróbált neki megmondani, hogy ezt ne csinálja, de hogy nem beszélt angolul, ezért visszaült a kamionfülkébe, és folytatta tovább a manővert. Rajta van az ordibálás, az benne van? Halljuk? Hát hallgassuk már meg, hogy hogy ordított, csak kíváncsiságból. Nem. Hol ordít? Video. Itt már ugye veszik videóra. Tarolja le a kerítés, szegény. Igen, nyilván nem könnyű egy ilyen kamionnal azért kiállni. Segítsél! Merre menjek? Merre menjek? Érted? Merre? Ő nem beszélt angolul, igen. Beállt egy ilyen zsákutcába, szegényként. Na, hát figyelj, pánikba esem, meg kell oldani. Persze, és utána letarolt még minden. Szóval ott az csak egy tisztasági festés lesz az a kerítésed. Igen, az egy teljes újjáépítés szerintem. Gondolom, milyen, amikor kimész, és azt látod, hogy egy kamion viszi el a kerítésedet. Hát, és tehetetlen, és kiabálsz angolul, vagy nem tudsz mit csinálni. Igen, itt közben csúnya szavak is elhangzanak. Na, írjátok meg nekünk, hogy ki az a rokonotok, barátotok, ismerősötök, családtag, vagy tényleg baráti társaság, aki úgy megy ki egyébként külföldre, Horvátország, Olaszország, hogy a legnagyobb magabiztossággal kezd egyébként úgy magyarul ordítani és beszélni a pincérrel, hogy kicsit még talán nem is érti, hogy miért nem értik. Ez megvan ez a kategória? Uh-huh. Aki nem érti, hogy miért nem értik, hogy hozzá két vizet és egy nagy pizzát? És Nagy víz. Nem kicsi. Víz. Nagy. És azon a nyelven az adott országban az nagyon más. Tehát, hogy esélye nincs a pincérnek, és erre emberünk egyre idegesebb, egyre jobban zavarba van, de mit csinál? Előre menekül, még jobban ordít. Így van. Víz. Nagy. Mit nem értesz, hülye? Víz. Gluk, gluk, gluk. De ez már jó. Jóval látom, te is voltál. A gluk, gluk, gluk már jó. Jóval látom, te is voltál ilyen társaságban. Én is megjártam ezt egyszer-kétszer. Szánod, bánod a bűneidet, segítsz, szánod a pincért, sajnálod, azt mondod, ne haragudj, és megpróbálsz egy kicsit segíteni. És tényleg nem baj, hogyha valaki tényleg nagy Isten nem beszél. De amikor személyes értésnek veszi, hogy nem értik a magyart az egész világon, ugye, hát mégiscsak azért egy világuralomra törő nemzet voltunk, akkor azért az érdekes. Na, ezt írjátok meg nekünk, jó? Ki a rokon, mit ordított, mit csinált, hogy viselkedik ismerős barát külföldön. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Külföldiek kedvéért lassabban mond. Lassabban mondom, hozzál vizet. Hozzál vizet, igen. Lassabban. És nem talált még eddig egyetlen csomag sem. Az ablakot nem sikerült eltalálni a kis almákkal, kefirekkel, palacsintákkal. Nem osztak neked, de azért tűntem el, amettem. Burkákkal. Ja, valami jött, vagy megetted a jönnyét. Nem abból lettél, amit bekevertem. Nem nyújtam hozzá. Jó van, de azért megfordult a fejedbe. Abba csak tettem valamit neked. Nem, egy hallgató, képzeljétek el, hogy ilyen frissen sütött,
ilyen kicsit ilyen fokhagymás húsz szeleteket hozott. De nem hozott krumplival, belőle. Nem frissen sült, ilyen házi, ilyen nagyon finom krumplival, kovászos uborkát tett mellé, és egy jóféle fehér szelet kenyér. A kutya fáj. Nem, tényleg nagyon finom. És ez engem most megmentett az éghaláltól. De jó fej. De megetted az összeset, vagy? Nem, annyit hozott, hogy ennyire, annyit én nem. Á, már nem bírtam, úgyhogy már nem kértem. Azt mondom, mert kitettem, oda a macskának. De hogy is nem. Még van. Nagyon finom. Én most nem egy étteremről hoztam, valószínűleg éttermi, mert úgy látom a kenyerem meg a szalvétel, mindent, nagyon jó. Ma ott volt, hogy te tegnap este. De rohagyjál. Újra melegítették. Gyorsan kell megenni a mikrósat. Elvették a kutyáról, mondták, ez a barinak jó lesz. Komolyan mondom, hát a világ legjobb hallgatói ti vagytok, tényleg. Megmentitek a műsorvezetőtöket attól, hogy 10 órakor áboruljon a pultra az éjségtől. Nem volt már itt, csak a csomag volt. Ja, azt hittem összekapkodtál az asztalról innen, onnan mindenféle dolgot. Hát a tiédről gyorsan. Van néhány bontatlan dobozt. Az esernyődet. Offszer, huligens CD-k, esernyő. Mindent, amit találtam, odaadtam, igen. Úgyhogy már nem éhezem annyira. Még nem vagyok jól, de majd még ha lesz. De mit kíván még a pici pocak? Egy kis desszertet? Nem vagyok most válogatós. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogathassak. Dehogy ki vagyok szolgáltatva, hallgatok. Hát most már éhen nem fogsz halni a sült hús miatt, de mi az, amit még nagyon. Nagyon ritkán eszem sült hús 3-8-kor, de ez most annyira ilyes voltam, hogy jó tett. Én ezt egyébként megborulok, tehát egy héttel egyszer eszem ilyen kaját, mert nem bírom a nehéz ételeket, de most ez egészen jó. És 10 perc múlva hozzák, mert 10 perc múlva ugye már nem lesz éhes, mert akkor már jelzi a szervezet, hogy megkaptam megfelelő mennyiségű tápanyagot. De mivel fújtanád ezt? Nem kötném ezt időintervallumhoz. Na, jó, most 10 óráig még megjön egy-két csomagat, még azért értem. Hadd adjam át magam az én kis testem hallgatók jó indulatára. Hadd feküdjek föl az óvára. Az ő válliukra, kaljukra. A szerénység az nem áll neked jól. Olyan, mint a Fekete Laci tütűben. Nincs most, nem akar, nincs a fejemben, hogy egy nagyon jó mágyarakással tudnám lefolytani. Tehát kísérletezzenek a hallgatók? Tegyenek próbára. Ki tudja, hogy egy jó mágyarakás, egy Varga Béles, vagy esetleg néhány túros rétes az, ami most jó lenne folytásnak. Ne is mondd, jó kis túros rétes. Na, csak hogy visszatérünk a témánkhoz, ugye arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor az ember úgy megy külföldre, hogy olyan magyarral találkozik, aki nem beszél angolul, és ez milyen vicces szituációkat eredményez, ugye a kamionsofőrről beszéltünk, aki ugye sajnálunk, baromi nehéz dolog kitolatni egy kamionnal, letarolt egy angliai kisvárosban egy kerítést, egy Liverpool közeli kisvárosban, majd amikor ezt elkezdték videóra venni, akkor... megjött. Bocsánat, csak érkezett egy doboz pizza. Nem. Elnézést, csak jött egy 42 centis pizza. Köszönjük a triónak. Köszönjük nekik, nagyon drágák, igen, köszönjük szépen. Na, kedvenced? Azt gondolom, hogy beletrafálták. Válogatás, mindenféle. Mi van rájra? Selecki van? Igen, a tegnap esti maradékból. Nagyon drágák, köszönjük szépen. Természetesen. Aki úton van, persze, vagy már elindul, forduljon vissza, meg lehet, hogy dugóba kell. Igen, ez remélem azért nem úgy négy sajtos, ahogy sokan képzelik, hogy a Balinak azt a négy sajtos küldjetek, amit én is küldenék Balinak. Jó, tehát ugye remélem azért, hogy van humorérzéketek, de azért nem úgy, nem álltátok körben négyen, jó? Három igazi sajt a negyedik meg. Pivajtés. Eredeti mozzarellás, mi baj, de eset küldjünk a Balinak. Láttuk a YouTube videóit, gyere Géza, te is. Szóval ilyet ne, de nagyon jó, köszönöm szépen. Megszakadt a gondolatmenet. Ja igen, parancsolj. Na, Angliában dolgozom, írja egy hallgató, egyszer reggel 6-kor egy vicces fizimiskájú kamionsofőr lépett be a gyárba, én csak arra lettem figyelmes, hogy valaki magyarul üvöltve ismétli, nem érted? Mivel egyedül vagyok magyar a gyárban, ezért gondoltam, kimegyek segíteni neki, odaléptem hozzá, majd ezt mondta, na mi van tököm, te vagy itt a helyi activity bajnok? Kortyoltam egyet a kávé, majd köszöntem, jó reggelt, magyar vagyok, tudok segíteni? Na mi van tököm, te vagy itt a helyi activity bajnok? Emberünk úgy elszégyelte magát, hogy megajándékozott 3 üveg borral, ami természetesen szó szerint a kamionról esetre. Ezt Gabesz küldte nekünk. Bolgár tengerparton 80-as évek végén pesgőt értünk, ami nem habzott, mikor kitöltötte a pincér, barátunk C-ben tagolta, mondta neki, ennek a pesgőnek Nix Hub. Ennek a pesgőnek Nix Hub. Gyönyörű SMS. Köszönjük szépen. Nem csak mi magyarok vagyunk ám, egyébként ennyire tudatlanok. Benzinkúton dolgozom az autópálya mellett. Nyaranta rengeteg külföldi megfordul. Az összes meglepődés felháborodva tapasztalja, hogy nem beszélünk az ő nyelvén, románul, ukránul, olaszul, szlovákul, stb. Mi mikor olaszban voltunk, pizzériában kajáltunk, az egyik haverom gombás pizzát akart tenni, de nem tudta, hogy van a gomba, se angolul, se olaszul. Hosszas mutogatásra annyira idegesett, tehát egy levette a cipőjét, és az egyik lábóját mutogatta, hogy gombás.
Nem, biztos, hogy nem. Onnan egyből, nem tudjuk ezt adásba tenni, hogy elmondjam? Nem lehet. Onnan egyből tudta a pincér, mit akar, és meg is kapta a pizzát. Aha, már nem akartam utána pizzát a tenni. Kicsféle gomba! Gomba! Jó, akkor, na, Józsi, mutasd meg neki, nem mondok mindig Józsit, bocsánat, szegény Józsik, már tényleg a halálba üldözöm őket. Jöjjenek most a petik! Dénes, mutasd meg neki, vedd le a cipődet. És Dénes levett és mutatta, hogy gomba! Szenzációs. Aha. Micsoda találékonyság, nem? Nem, ezt nem hiszem le. Kit voltunk a foci EB-n, az egyik haverunknak szent meggyőződése volt, hogyha minden elé oda mondja, hogy lő, akkor azt megér. Lő. De miért a szupermarketben a kasszás arcába magyarázta magyarul. Adjon neki lő szatyor. Lő szatyor? Egy tollat kértem, nem érted? Löpen. Igen, ez jó. Löpen. Löpen. Szép napot, Ákos. Mm. Spanyolországban haver üvöltve mondta, uno kiló darált hús. Igen, a fél magyar, nagyon jó kategória. Uno kiló darált hús. Gyönyörű. Na hát pont ilyen SMS-ekre számítottam. Uno kiló darált. Szüleim két hete látogattam voltak Japánban. A Rolex óra üzletben oda mentek hozzá az eladók, hajlongtak neki, köszönték erő. Csak kukken, mert no suska. Mindezt óriási mosolyjal. Csak kukken, tehát nézelődök, nincs pénzem. És ők ezt magyarok, és ezt így bemondják, akkor mondasz egy ilyen viszontlátásra angolul is, egy finoman jobb oldal távol az üzletben. Csak kukken, no suska. Csak kukken. No suska. Nagyon jó. No suska. Úristen, de jó esemesek vannak. Szüleim buvárkodni voltak, leszálltak a hajóról, és a kikötőben beültek egy étterembe, az egyik társuk rendelt egy Cézár salátát. Mikor hosszas várakozás sem után érkezett meg az étel, azt kérdi a pincértől. Aha, 10 minút ez, bót, go. Cézár saláta? A Cézár saláta? Hogy micsoda, már csak 10 minút ez? Hát, hogy gondolom, hogy 10 perc. Tehát 10 perc, hogy indul a hajó, ugye? Igen, megy a hajó, igen. Cézár saláta? Na gyorsan bedobna egy Cézár salátát, mindjárt megy a hajó. Nekem édesanyám volt, aki nem ordított, de így kért magának egy almát. Bitte ein Stück Alma, die, die. Figyelj, Bécsben Faternak melegvíz kellett 1981-ben, mentek egy kávéházba, mondja az öregem, hogy Wasser, engedi a csaj hideg vizet, mondja a Fater, nem, meleg Wasser. Úristen. Nagybátyám olaszországi nyaralásunkról a tejfölt úgy mutatta meg a pincérnek, hogy a levegőben imitálta a tehén fejést, majd felfelé mutogatott. Tej, föl, ne! Tej, föl. Mindez persze hangosan. Atya úristen, nagyon jók van. Kicsit ilyen Zimmer Feri. Nem kamu. Egyik ismerősöm Romániában egy húsmolba disznóhúst akart venni, röfögött közben, a kezével pedig úgy csapkodott, mint egy csirke. Azért az megvan. Itt van egy hallgatónk, Galó, jó reggelt. Sziasztok, én Bence vagyok. Hello, Bence. Szia, Bence. Na, mi történt? Szia. Hát kettő sztori is van. Az egyik az úgy volt, hogy ismerőseim kint dolgoztak Belgiumba, és fixalagra lett volna szükségük. Volt egy srác, megállt a kamionparkolóba, és volt egy srác, mondták neki, hogy menjen oda a kamionosokhoz, és akkor kérjen tőlük fixalagot. A srác oda megy, ugye csomó magyar kamionos, és oda megy az egyikhez, mondja neki, hogy Black Gurtni! Ránéz a kamionos, azt mondja, hogy a szikszalak, ő hülye gyerek. Black Gurtiból kitalálta. Black Gurtni. Erős. A másik, meg Béla volt a kőműves kint Belgiumban, és jött egy srác autót venni, mert ez egy ilyen autókereskedés volt, és ott dolgozott Béla. Bélának három foga volt. És mondja a srác, hogy András, where is András? És ránéz Béla, és mondja neki, hogy András nincs itt, nem érted? Mutatja, hogy a körforgalommal szemben futott a szemére, hogy szembe. Otthon van, érd meg, he! Szembe? Elmagyarázta neki. Atya úristen, szembe. Igen, elő magyarságban. Megértette a belga, és elment. Mondta, hogy thank you very much. Gyönyörű. Goodbye. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Az én munkatársam Romániában dolgozott nyelvtudás nélkül, amikor kereste a szállodát, egyre hangosabban kiabált, hogy szálloda, és mellé ugrált, mintha el akarna szállni. Jó.
Ne! Oda! Édesem, Németországban kezdettek el egy Zürich-Zürich, miközben mutogatott vissza a német barátaim, amikor jelezni akart, hogy rossz irányba megyünk, vissza kellene fordulni. Atya úristen. Belgium a kosaraztunk felsúlyos csapattal, a szervezők más időpontra akarták átenni az egyik meccsünket, fél óráig győzködtük angolul őket, hogy ez nekünk nem jó. Az edzőnk ezután finom magyarsága annyit mondott, fél öt, bazdánk. Fél öt. És értették mi. Csáva csak annyit mondott, alright, és távozott. És Sanya. Sanya küldte nekünk. Na jó van, hát köszönjük. Köszönjük az eseményeket. Nagyon jó, igen. Így járt ugye a magyar kamionos sofőr. És itt van még Tomi velünk. Hello Tomi, jó reggelt. Hello, sziasztok, ciao, ciao. Szia. Na, te Jezolóban voltál. Jezolóban voltunk körülbelül 6 éve. Uh-huh. Kocsival érkeztünk, és úgy voltunk fel, hogy szállást ott foglalunk. Bementünk egy helyi ilyen Tourinform office-ba. Kurva nagy, jaj, bocsánat. Nagyon nagy, azaz. Igen. Igen, nagyon nagy sorbaállás. Paterom, aki kezdő orosz szinten beszél, de úgy más semmi idegen nyelvet nem nagyon, elkezdi mondani a kis fiatal ügyintéző hölgynek, hogy szeretnénk egy szállást 4 fő részére. Magyarul? Magyarul, persze. Tehát nem angolul, nem olaszul. Néznek rá meg boci szemekkel, ugyanezt megismétli közepes hangerővel, majd pedig szépen tagoltan ordítva. Lett szállás! Szállás! Négy fő részére. Jó, néznek ránk ugyanúgy bozi szemekkel. Erre megszólal, mert a falra ki volt rakva vagy 4 vagy 5 zászló, hogy mi a francnak van kirakva a magyar zászló, rámutatva az olaszra, miközben egy kukon nem beszél magyarul. Igen. Igen, hát milyen elvárás, hát miért nem beszélnek egy kis jezulói olasz szállodában magyarul, igen. Köszi, igen, hogy... Igen? Papíron utána megértettük egymást. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Ciao, ciao, sziasztok. Hello. Az biztos, hogy nem jön senki zavarba külföldön. Nem. Közülünk. Nem, aki nem tud, az magabiztosabb sokszor, mint aki tud. Nem? Sőt, kicsit lenézi a helyieket. Igen. Igen. Na jó, van, játszunk itt, már is hallgatok. Visszafelé beszélünk. Műlész, hevélet, a szív. Hozzájállat, élet, a szívvelom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, srácok, Tibi vagyok Sopronból. Szia. Tibi, te is a határon áldogálsz? Nem, én itt dolgozom, itt Sopronban. Ott dolgozol Sopronban, mit csinálsz? Ételfutár vagyok. Tegnap is volt. Volt egy ételfutárunk tegnap, igen. Igen. De az a konkurenciától volt, ahogy hallottam. Jaj, ne haragudj, ezt mi nem figyeltük. De nem mondtuk, hogy ki. Persze, semmi konkrét. Mennyi időt érnél egy mágyar rakással? Igen, tényleg, Jani kérdezi, hogy egy mágyar rakással mennyi idő alatt tudsz ide érni? Hát Sopronból kicsit hosszú lenne az út. Ja, megvárjuk. Hamarabb ész ide, mint a határátkelőn át Ausztriába, sajnos. Igen, az lehet, ahogy most hallottam, ez így van. Igen, tegnap előtt azért teszálltunk, mert a Miskolc-Eger környéken voltam. Igen, ők nem lehettek annyira. Erős konkurencia legalábbis. Jó van, figyelj, mit választasz? Van még egy városunk és egy híres emberünk. Hát szerintem a várost. A város? Ember az mindig olyan nehéz szokott lenni. Nagyon könnyű. A város az nagyon könnyű. Indítjuk az órát, figyelj fél percet. Okay. Nélereb. Ennyi. Nélereb. Mutatom még egyszer. Nélereb. Berlin. Ennyi. Van. Wow. Így van. Yeah. Mire? Hát ez nagyon könnyű volt. Ez de általában szokott menni, de úgy mindig most azért nagyon izgulok. Adásban? Picit az ember mindig jobban izgul, persze. Hát igen. Mit viszel ma? Kaját tudom, de mi a menü? Tudod ilyenkor? Hát ma Mátré borzas van, úgyhogy azt én nagyon szeretem. Jaj, de jól hangzik, úristen! Így van, meg sok sajta, így van. Mátrai borzas. Nekem is volt egy ilyen barátnőm, az volt a becenőm, a Mátrai borzas. Az mit tudod, gyerekek? Borzasnak borzas volt, de mindent tudod. A Mátrai borzas. El se hiszed, milyen szaftos volt. Egy évet jártunk, de mindent kifacsart belőlem. A kis Mátrai borzas. Hát így még sose gondolt. Ugye? Köszi. Nem tud megenni. Köszi, hogy itt voltál. Hello. Küldjük a csomagot. Köszönöm. Ciao, hello. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, 4 perc, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rá.
rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy well hello dal után már itt is vagyunk, és hát szürkül az ég. Nem kicsit. Nézzél távolabb, mert ameddig elnéztél, ott szürkül. De utána hát feketélik. Igen? Igen, jön föl az, ami szexárdról jelezték, villányból írtak hallgatók, hogy ott ilyen özönvíz van. Villánylik. Villánylik, így van. Meg szexárdlik, és most már budapestlik is lassan. Egy kicsit durván. Érkezik el. Azt a rohadt élet már, de egyébként nagyon gyorsan jön. Tehát nem egyszerűen látszik, hogyha kinézünk az ablakon balra, hanem ha kinézünk szembe. Már a felüléről fölött is. Ez nagyon súlyos. De jó, neked van ablakos. Anya, készítsd a fóliát és a téglákat. Lehet, hogy gátat kell rakni megint a kapu elé. Gyerekek, van egy viharvadászunk, aki mindjárt elmondja, mi a helyzet. Egy amatőr viharvadász. Ne, menjen hozzánk vizet merni a garázs elől. Meghallgatjuk? Bejelentkezett, hogy szeretné elmondani, hogy most mi a helyzet. Hát hallgassuk meg. Zoli, hello, jó reggel. Jó reggelt kívánok, itt Pak Zoltán, amatőr meteorológus a vonalban. 25 éve vagyok viharvadász, 25 éve ezzel foglalkozom, villámcsapásokat fotózok, stb. És most az a helyzet jelen pillanatban... Na várjál Zoli, várjál, kicsit szimatoljuk körbe egymást. Hello Zoli, jó reggel, honnan hívtál, mi újság, vele foglalkozom, viharvadászom. Kicsit, hogy mielőtt így belevágnál a monológba, ami nem baj. 25 éve. Jó reggelt kívánok, amatőr meteorológus vagyok 25 éve. És ezt ugye hát félhivatalos amatőr meteorológus, ugyanis ugye hát nem tettem le az iskolát, sajnos mert túlköltséges lett volna, és Budapesten tudtam volna letenni. Uh-huh. Na mindegy, hát azért kitanultam, és hála Istennek ez egy olyan tudomány, amit a hétköznapokban is lehet alkalmazni, mert ugye a viharok, az jó idő, ezek mind, hogy mondjam, vannak a hétköznapokban. Hát így van. Előfordulnak hétvégén, de jönnek azért ezek hétköznap. Igen, tehát ez a tudomány egy nagyon komoly tudomány, és értelmes tudomány, és én nagyon szeretem is. És most hol vagy? Én Mátyásdombon élek, itt Fehér megyében. És ott vagy Mátyásdombon jelen pillanatban? Igen. De hogy nem akcióban? Hát akcióban vagyok kint az utcán ebben a pillanatban. Hát szerintem te mindig akcióban vagy. Az utcán, nézed a vihart? Vagy most ha villámlik, igen, ha villámlik, én fényképezem a vihart, amikor a fejem fölött villámlik, csak le a villám, én azt fotózom le. Ezzel is vizsgálom, hogy mekkora energiatartalma van egy villámnál. Aha, ja, mert mi úgy képzeltük el laikusként, hogy egy ilyen rettenetesen felgajtörő rácsozott terepjáróval a tetén parabola antennával száguldasz a vihar gócpontja. Az emeletes felé, egy száguldasz bele egy tornádóba. Nem, azért nothing and back from supercell tornado, nothing. Nincs tornádó Magyarországon. De egyébként a Blue Storm Warning, tehát ezt fenntartom továbbra is. De beszélgetés kicsit átmenni szürába. Mit tartasz fönn? A Blue Storm Cell, tehát a két vihar cella lesz egy fenntartom. Ja, értem, hogy vihar cella, igen, nem értettem. Igen, aha. És jelen pillanatban Siófok, Mezőszilas, Dék-Simon tornya, illetve Székesfehérvár, ez a terület, ami nagyon csúnya. És jön erre felé, akkor segítség kicsit Zoli, tehát... Igen, megy arra kifelétek, Budapest irányába, délután folyamán arra is lehet számítani, sőt, szerintem már most is, ugyanis Magyarországon jelen pillanatban egy mocsáreffektus van érvényben. Sajnos, egy nagy mocsár effektus jellemző az egész országra. Egyszer kimászunk belőle. Ezt a mocsár effektust úgy kell értelmezni, kedves rádióhallgatók és kedves műsorvezető, hogy ugye a Magyarország területén leül lefedett a vastag pára. Hova? Tehát ami esett eső, vissza feláramlik pára formájába, de ez itt a szélmozgás miatt, ami az elmúlt napokban volt, nem volt ugye nagy szélmozgás, leül lefedett. Aha. És ez most itt van rajtunk. Igen, és ez kedvez a nagy viharok kialakulásának, most elég csúnyán néz ki Simon tornya irányába, folyamatosan dörög az ég, és hát, hogy mondjam,
ugye ami leesett, az fel visszaáramlik, tehát ez egy olyan cirkulációs folyamat addig folytatódik, amit ki nem tisztul. Ugye neked el kéne menni szóvivőnek valahova, mert ezt nagyon tolod. Tehát ha valaki félhivatalos meteorológus keres, már a megfogalmazás is nagyon jó, félhivatalos meteorológus. Félhivatalos meteorológus, hát már nagyon szeretem egyébként. Tanulnod kellett volna, mert ha autodidakta módon ilyen profil adod elő magad, akkor mi lett volna a tanulod? Mi lenne ilyen? Mi lenne, ha erre időt szánsz, és ezt megtanulod? Hogy mi lett volna hivatalosan is kitanulom, persze, csak ugye nem volt rá mondom idő, meg ugye drága is lett volna beutazni persze innen Pejje megyéből, és annak idején, és hát ezért nem tanultam ki, de amúgy értem. És Attikám, mi a felszerelése? Tehát mivel mész? Te mész egy fényképezőgépes? Hát, nem, hanem jelen pillanatban van egy digitális termométerem, ami páraszintet mér, hőmérsékletet mér egyszerre, de úgy, hogy a hőmérséklet ugye a jelenlegi, meg az átlagos. Tehát az átlagoshoz hasonlítja a jelenlegi hőmérséklet elváltozást, és most jelen pillanatban jégesőrezé is kialakulhat. Ezt miből látod? Vagy ezt hogy gondolod? A műszerű. Hát a műszer jelzi. Abból látom, igen, a műszer jelzi. Tévésopos műszer? Tévésopos a műsor? Ez meteorológiai mérőműszer. Ez mutatja nekem a jelenlegi, tehát a szokásos hőmérsékletet. Mikor ér ide Pest felé, azt most akkor meg tudod nekünk mondani? Kiszámoltad? Vagy hát a jelenlegi felhő jelenlegi vonulási sebessége alapján olyan körülbelül 2-3 órán belül oda. 11-kor egy nagyon fontos teniszmeccsem lett volna, tehát akkor azt akkor engedjem el. Déli 12 óra, 1 óra körül már Pest fölött jár, ugyanis Fehérvár felé is elég rosszul érzi. Fehérvár Velencei tó. Na jól van. Tehát egész odáig húzódik ez a felhősáv innen Siófokról, és elég széles felhősávról beszélhetünk. A színe már ideért. Igen, tehát az annyit jelent, ugye, most visszatérve egy kicsit a hőmérsékletre, hogy van egy átlag hőmérséklet. Most jelen pillanatban 30 Celsius foknak kéne lenni. De ez nincs. Ez a vihar miatt, vihar miatt körülbelül 5-10 fokkal hűvösebbet jelent, és tehát hát most 20, akkor hol az a 10? Hát az a 10 az a 30-hoz kell, tehát az a 30-hoz. Ez igaz. Hát de nagyon nagy, én imádlak téged, óriás vagy. Te nagyon nagy, te ma a reggel találása vagy, komolyan. Óriási fazon vagy. Ki az a Cséki Gergő? Helyen azt komment, Gergő Cséki. Na, szóval az a lényeg, hogy elég komoly vihar jó, készül. Jó, oké, szóval hát vihar jön. Jó, okay. Figyelj, jó. Csak az igaz, hogy te hobbi versíró is vagy? Nem csak hobbi viharvadász? Versíró már versen nem foglalkozom. Az már nem versen. Most a meteorológia. Hát nem most, hanem állandóan a meteorológia. Állandóan. Tehát én erre tettem fel az életemet. Érződik is. Ez mondjuk, Dorikám, ezt le se tudnád tagadni. Köszönjük, hogy vagy, meg hogy részletesen elmondtad, hogy milyen idő lesz, és akkor mindenki vigyázzon, mert jön a vihar. Jön az zuhé. Persze, egyértelmű. Most Fehér megyében zörög villámik esik az esély, és ez Pest felé tart. Ez nem most itt túlja. Sziasztok, további szép nap. Ciao! Szupercella felé! Irány, kapjál egy-két szupercellát! Köszi Zoli, ciao, okay. Hello! Hello! Édesem, hát milyen jó arc! Nagyon jó, komoly megfigyelő, komoly műszerezettség. Bármiről is beszélt, igen, komoly műszerezettséget azért hívva fenntartásokkal kezelném. Hát de szerinted. De igen, azért Magyarország egyetlen viharvadászat. Mert láttam Amerikában ezeket a viharvadászokat, tényleg ilyen brutális, nem tudom, ilyen jeepekkel mennek bele a tornádóba. Ő nem, ő megvárja, hogy a tornádó menjen el hozzá. Zoli a Mátyás Dombi kiadás. Elképzelem, hogy ott áll a Mátyás Dombon a kezében egy ilyen hőmérővel, ami egy ilyen fahorgonyra van rá. Igen, egy ilyen légnyomásmérővel, amikor a fiú meg a lány kijött. Egyik kezében, másik kezében a házikó. Kint áll a házikóban a fiú, vagy kint áll a biga, lány. Jön a biga. Jön a biga. Jó, egyébként tényleg egyre sötétebb van. Ez nem jó, mert 11 órakor sporton indultam volna. Igen. Akarok menni biciklizni Mátyás Dob felé, kérdezzétek meg, mikor fog esni, kérdezi egy hallgató. Gyorsan nézzünk egy-két közlekedést, Bali, meg vagyunk megint, elenged, Ati. Ati, elengedtük Atikám, de köszi. Köszi az SMS-t. Mi ez? Ki mit tud? Nagyon jó volt, tényleg. Mi ez? Ki mit tud? Egyébként csináltnánk egyszer egy házi. Házi, ki mit tudott. Lőrincen esti sötétség van, dörög, de még nem esik, azt írja nekem. Nem örülök.
nem örülök, mert akkor fel kell kapcsolni a lámpát, és ez megint plusz fogyasztás. Viszont nem kell locsolni, azon visszajön. Mondjuk ez is látod. Na, így van. Látod? Melyik kell, vagy igen, hát a víz drágább, mint a villanyasszony. Meg vagy tök, nem kell locsolni. Azt mondja, M6-os, hogy jól lehet haladni a 42-es kilométernél, készülnek fotózni, vigyázzon mindenki. Valamint Soroksári út, határút lámpánál kitölt kerekű kis terautó a belső sávban, óvatosan menjetek. Tiszaújváros belterületén háromlábúval trafiznak. Peti küldte nekünk, és hát azt írja egy hallgató, hogy felesleges Sopron kőhída felé kerülni, majdnem 7 kilométeres a sor, 20 perc állok Sopronnál, alig haladtunk 2 kilométer. A Gödi autópiánulén egy barna foltos német vizsa leménytelenül keresi a gazdáját a busz megállóban, és a Mecsekben a 6-os számú folyóton Bonyhád és Pécs között hatalmas vihar van, jól 20 centis a víz az úton, ami neki vigyázzon. Ez kamionos Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. Mit láttál? Hol és mikor? Nem, csak úgy fújtál egyet, mint egy ilyen... Nem én voltam. Nem, én ja, fújtam. Fújt. Egy ilyen abrakosló volt. Nem ő volt az abrakos tarisznyás. Újabb SMS jött biztos azért. Én csak hazaszóltam, hogy most nem ilyen kilocsolni egy darab, én felesleges. Nincs esőérzékelőd? Mit? Vagy ilyen slaggal locsoltak? Nincs ilyen öntözőrendszered? Van-e esőérzékelőm? Van? Úgy hívják, hogy Mónadonék kell a Mónika. Most jelzett vissza. Igen, még nem esik. Kifejezetten intelligens. Cseppelem már szakad. Na, mit hoztunk neked, Feri? Hát mit hoztunk nem neked? Nem tudom, szendvicset, vagy micsodát, vagy egy jó rozéfröccs, mi lehet, az csülök. De jól hangzik ez, de jól hangzik. Hát egyelőre még mi sem tudjuk, mert prototípus. Tesztelés alatt van. Ugye Feres néhány nappal ezelőtt elmondta, hogy hát előre menekülve kicsit. Nehogy esetleg mástól tudjuk nem, meg. Nem. Tehát nekem még egyszer mondom. Értem, de azért mondtad el, hogy nem mástól tudjuk meg, azért azt inkább te vallottad. Hát de nincs mitől félnem, hogyha más mondja el, mert hiszen, érted? Na, de valamiért mégis bevallottad, tehát valami nyomasztott. Így van. Valamit el akartál mondani. Hogy ilyeneket közlekedőket újra dohányzik. Így van. Tehát hatalmas felelősséged nem, van. Nem, kicsit visszacsúsztam. Nem dohányzom, csak kicsit. Aha. Visszacsúsztam. Értem. Tehát, hogy ez olyan, mint a megcsalás, meg a kicsit megcsalás között. Igen. Csak kicsit csaltalak meg szívem. Igen. Vagy hogy popsiban nem az. Igen. Tehát Lacival például nem cigizek. Oké, ott voltam, csak kétszer, de... De mindig oda tettem, ahova nem való. És rád gondoltam. Na! Szóval, hogy elmondtad a cigarettázol. És mi megbeszéltük Janival és a hallgatókkal, hogy ez büntetésért kér. Egyértelmű. Tehát igaz, hogy... Hát szarok rá, hogy ti mit gondolsz, tényleg. Igaz, hogy ugye ez decemberig szólt ez a fogadás, de ahogy elmondtam, Szent János bogárként világítottál te azoknak, akik ugye szintén letették a dohányzást, akik most gazda nélkül néznek előre, és már valószínűleg néhány ők is megtanultak repülni. És megszavaztuk neked azt az elektromos kis nyakörvet, amivel megcsapatunk árammal, és úgy néz ki, hogy ez a nyakörv megérkezett. Köszönjük szépen annak, aki elkezett. De rendesek vagytok. És esik lőrincem, baj van. Igen, Jani. Sajnos, nem baj, majd valahogy túléljük. Igen. Az nagyon fontos, hogy esőben nem menjél ki ezzel a szerkezettel, mert duplán ráz. Igen. Nagyon helyesek voltak a dogvörkösök, küldték egyébként. Azt írja, hogy csak öntől függ, hogy használjam, attól a módszertől függ, amelyet a kutya kiképzésére kíván használni. Úgyhogy... Ez kutyára alkalmas, nem emberre. Így van, ezért fogjuk ezt most föltenni rád. Így van. És amikor a Jani úgy érzi, vagy én úgy érzem, vagy egy hallgató küld egy adott jelet, hogy most egy kicsit csapassunk meg, akkor megcsapatunk árammal. Csak egy picit. De közben készültük alternatív lehetőségekkel is, tök hogy jó. Egy-egy csapatást te kiválthatsz mással, és majd mondom a lehetőségeket, hogy mi közül tudsz választani. Így van. Úgyhogy nagyon szépen megkérlek, hogy vedd föl ezt a nyakörvet. Nem rakom fel, legyetek a francba. Tehát nem fogom a nyakamra tenni, hülye vagy. Teheted a makkodra is, de ott sokkal vékonyabb a bőr. Azért, mert az kutyának szőre van. Aha. Nekem nincs annyi szőr a nyakamon. Jó, ott azért egy kis nyakszőr, hát nem bántad annyira. De nem ide tesszük. És oldalra. Mit oldalra? Persze, hogy rögtön a izére menjen. Az ütőerre csapasson. És dugd be a hálózati kábelt is, Laci, mert van egy komolyabb fokozatai. Egy villám, rövid, folyamatos impulzus. Véjelzés, folyamatos impulzus. Ez egyébként a kiképzés első lépése. Rövid impulzus. Ezzel a funkcióval lehet korrigálni a kutya viselkedését. Én a rövid impulzus mellett szavazok egyébként. Feri, van egy a gyorsító. Egy mastiff méret. Feri, egy argentin dog. Figyeljetek már, két óriási tüske áll ki ebből a vacakból. Oda teszed, ahova akarod. Úgy van. Elmondom, mire használják. Hogy póráz nélkül járjon. Hogy megbízhatóan vissza lehessen hívni. Aha. Hozzám, gyere hozzám. Ezt hogy megszakítson valamilyen nem megfelelő tevékenységet, fúj nem szabad, például amikor megeszik valamit. Vagy éppen dohányzik. Hogy leszokjon az emberrel való mindennapi együttlés során felvett rossz szokásokról. Feltűnően sokat nyalogatja a tökét. Ne vegyen lételt az asztalról, ne ugorjon rá az emberre, ne tegye fel a mancsát, hagyja el a nem kívánatos ugatást. Aha. Vagy éppen ugye ne gyújtson rá.
Azt mondja, hogy... De ez hogy... az a fajta stimuláló, amikor a kutyát meg akarod tanítani, hogy ne menjen túl valamit, viszont ő már vinnyogva ott fekszik a lábaidnál, összegörnyedve az áramütéstől, te meg még mindig azt gondolod, hogy majd visszajön, ugye? Az elektródának a kutya bőrével való ismételt érintkezése irritációt okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne használja a nyakörvet, addig, amíg az irritáció meg minden nyomán nem tűnik, kérlek, János, te leszel az irritáció felelős, figyeld az irritációt. Így van, jó? Így van. Kérlek, használunk egy kicsit irritátor. Használtunk majd egy kicsit az Ilcsi krémedből? Minden krém van az asztalon, úgyhogy használj. Rövid impulzusra van most állítva, vagy mire? Még egyelőre ne csapasd meg. Még nem kell. Hát, vegye föl. Hát várjál, azért, de mire van állítva? A folyamatos... Nézd, aki galád módon, nem galád módon visszaszokik a cigarettára, és ezzel magára hagyja az akkor leszokottakat, az megérdemli az áramcsapást. Kéretik feltenni a nyakörvet nyakra. Tegyem ide. Mi ez? Mi az? Nem miért sem. Tegyem ide? Speciális tevékenységek is parancsok az üzleti, vadászati, sport vagy egyéb kiképzés. Ezt te most tekintsd úgy, hogy a vadászati kiképzést kapott fel. Van egy sor más tevékenység, alkalmazási mód, amit a készülék tulajdonosa hamarosan felfedez. A kutyával töltött nap együttélés során ezeket fogjuk mi együtt veled felfedezni. Tedd föl, légy szíves, a nyakadra ezt a nyakörvet. Nem teszem föl a nyakamra, hát az ember nem tesz a nyakára nyakörvet. Laci, ahogy láttam, a négyféle fokozat van rajta, van ugye rajta az Easy, a Medium és Hard, meg az SF a saját felelősségén, nyugodtan azt is kipróbálhatjuk. Nem merem föltenni, hülye vagy, ez ráz. Előbb zsűlön. De, na. Gyere már zsűl. Na, biztosan kedvéért. Na. Én felkészültem a csapatásra. Nem már. Én is. Nálad is van egy izé. Abszolút kész vagyok. Na, ide nem te tudom, lábra nyáros, teszem. Ezzel, de én kész vagyok. Júli telefonát, hogy a nyakára ne tegyük, az nem lesz jó. Aha. Ezért kérlek, Feri, tedd fel a nyakot. Jó, de Júli csak egy gyenge nő. Gyerekek, besötétedett. Közben. Be csak bizony. Mondom, hogy éjszakai sötétség van Budapest felett, legalábbis itt az Üllői út felett. És Csabi meg nem jött. Pedig már este. Kicsit olyan, mint este vezetnénk. Én gyerekek, én egy gyáva szar vagyok, én merem ezt föltenni. Hát akkor... Szombra? Á, ne már! Mi van? Ne izéljetek már! Na! De most mit sutyorogtok? Ja, semmit nem, mert megkérdeztem, hogy itt van a Jani Gáspréje, mert akkor le akartalak fújni. Cserébe csak közben meg eszembe jutott, hogy... Az igaz, mi lehet, van? Hogy az abba vele van. Aha, az nem egy annyió. Igen, megvagyunk egy témával, aztán megvagyunk, csak 9 óra Feri megvakult. Én félek ettől. Na! Ne félj, Laci, próbáld már ki egyet, hogy milyen. Na, Ferenc, legyél olyan bátor, mikor az első szál cigarettát, mint egy egyébként több ezer hallgatódat, aki veled együtt szokott le cserbehagyba, a velencei fröccsöd mellett először meggyújtottad, kélyesen letüdőzted, kifújtad a füstöt, és azt mondtad, üdvözöllek, ez hiányzott nekem. Aha, újra visszataláltál hozzám, kis cigarettám. Lehetünk ennél demagógabbak is, a ráktól nem félsz, ettől meg. Nem ettek. Ne légy, punci. Na, ne légy már, punci. Legyél punci, akkor borotválkozz meg. Tessék. Most mi hova tette? A combomra. Meg se nyomtam, most mit ordítasz? Félek. Milyen egy punci ez? Komolyan mondom, hát mekkora punci vagy? Nem vagyok punci, jó? Na, azt mondja, hogy egyes csapatás, kettes, mi volt a két villámjel az, mi? Folyamatos. Az a folyamatos. Ne a folyamatos már. Na, 5-6, nézd így, 6-7-8-9, én 10-esre felállítottam, nem tudom mi ez a fokozatok ez. Vagy egyessel. Egy 10-ig van. Egy 10-ig az jó lesz. Nem, én megy föl, 11-12-13-14, legyen 14? Jó, Jani, te mondtad, legyen 14. Egyessel kezdjük. Én nem tudom mi ez az egyes. De mi van a visszafelé fordított sor? Na, 11-es a leggyengébb, és aztán az 1-es a leggyengébb. Egy ilyen arany középút, egy 8-as. Az jó. Jó, egy 8-as. Három a magyar igazság, legyen 8-as. Hol van? A combomon. Milyen, mi van a combodon? Mi az, hogy mi van a combomon? Ez a vacak. Nem úgy értem, hanem, hogy van-e rajtad farmer, van, nadrág, igen, van. Jéger alsó. De az egy farmeron keresztül akarod megcsapatni? Igen. Én letettem a távirányítót, én eddig nem csapatok. Hát ez egy punci. Hát mi, hova tegyen? Hát húzd fel a nadrágodat, és tedd rá legalább a bőrödre. Föl, nem. Egy kordbársony farmer nadrágon nem keresztül. Nem kordbársony, ez egy rendes farmerodrág, a kutyának is van szőre. Hát neked ott a bőröd. De neki is van bőre és szőre. Érdekes, én ott lakom Velence közelében, amikor rágyújtott, nem hallottam ezt a kiabálást, csak egy ilyen kélyes füstkifújást láttam. Füstölt valami, mondom, biztos rágyújtott a Feri. Nem lesz semmi bajom. Elcívom ezt az egy szál cigarettát. Tessék? Nem nyomok rá, Janira, nem olyan gyújtott rá. Ne légy, punci, ne légy. Itt van rajta. Tessék? A nadrágom. Egyet legalább, hát próbáljunk egy így. Hiszem el, hogy a bélelt korbásony nadrág. Akkor vedd fel a korzakódra, nekem mindegy. Na, hát akkor nem mindegy, hogy a kornadrágom vagy a kordozakom. Hát ez, akkor farmeron keresztül nincsen semmi. Na.
Na jó, add ide és rázassál meg engem. Már égett a, már égett a piros. Azt neki megnyomtam. Megnyomtam. Na, tedd a karodra akkor. Jó, mondom, nem. Hogy mivel tudod kiváltani. Jó? Nem, hány csapatást beszéltünk meg? Váratlanul megbeszéltünk. Nem, nem határoztunk meg számot. Itt ezt a kérdést. Nem zártátok le magatok elől az ajtót. Azt mondja, hogy várjál, azt mondja, ekkor esőben zárlatosak lesztek. Nyom meg azt a rohadt gombot, Bali. Gyerekek, én megnyomnám, nem teszi föl. De ne próbált, én vettem a kutyámnak, magamon kipróbáltam. Teljesen hülyét kaptam tőle. Nem fáj egyébként. Aha. Jó. Tényleg ezt írta a hallgató. Csapassuk meg Ferit. De megcsapatnánk, de nem teszi föl. Akkor nézzük hát meg a leggyengébbel. De tényleg, hát kezdjük már, most fölteszed a 15-ösre, azt itt halok meg. Nézzük meg a leggyengébbre, de nadrágra nem ér, mert annak sem értelme. Sem értelme. Tedd fel a kezedre, a combodra, a makodra, nekem minden. Tényleg, a leggyengébbel. Á, nem áll a kezemre. Annyira puncis vagy, hogy az alfádat lecserélheted Renault-ra, írja valaki. Így van, a rózsaszínre. Na, gyerünk egyet, csapat. Bassza meg! Egy megcsapatás! Egy csapatáson túl vagyunk! Te jössz, János, a vendégem vagy a második. Ez volt a legjobb. Hát nem, azért föltettem ötösre a biztonság kedvéért. Nem áll! Jó, jó, bocsánat, nem tudtam elnyelni. Normális! Jó, azt hittem egyesen vagyunk. Még nincs semmi bejáratos. Várjál! Ne haragudj, azt hittem egyesen vagyunk. Bosszú lenne, Markem is már rossz a szemem. Oké, figyelj. Tiéd a második. Várjál. De akkor csináljuk azt, hogy legyen valami, tehát beszéljünk Jó, beszéljünk más témáról. Mondd el, mit éreztél akkor, amikor hosszú idő után először a kezedbe vetted a cigarettát, ott ültél Velencén, csiripeltek a madarak. Nem áll! Jó, akkor jót nyomtam meg, jó. Szóval, tehát ott éppen egy kérdésben voltam, János, kérlek, ne zavarjál meg a kérdés közben. Jó, most jön majd az egy nyomásom, ez csak a próba nem volt. Nem ér, add vissza, add át zsűrnek, vagy nem tudom. Nagyon rendben szóval van. Mit éreztél akkor? Mit érzett a bűnös, amikor letüdőzte? Mert ez úgy volt, hogy csak egyetlen egyet, tehát hogy egy szombat este. Egy körülménynek mondja ezt a vádlott? Nem mondja egy körülménynek, csak mondja, hogy egy gyönyörű májusi este, amikor fröccsöt fogyasztottunk, mondtam, hogy én már eléggé bátor vagyok ahhoz, hogy egy szál cigit elszívjak, hiszen már több mint fél éve nem dohányzom, és akkor, hogy egyet elszívunk, és másnap már nem fogok rágyújtani. Éppen akartam javasolni az esküdcéknek, hogy hozza meg az ítéletet. Amikor nem. Kértem volna az esküdcéket, hozza meg az ítéletet, és vonuljon vissza egy kicsit, de meghozta az ítéletet. Éreztem még, hogy picit odafigyel, és utána... és hogy egyet elszívok, mert hiszen én nekem már ugye védettségem van, tehát én már holnap nem fogok rágyújtani, mondtam ezt szombaton, hogy egyet el lehet szívni, és mindenki mondta, hogy ne legyél hülye, mert olyan szépen tartod magad. Hogy ne csináld. Ez az. Nem, csak jól láttam, rákönnyököltél életben. Az a baj, hogy annyira értékenyek ezek a gombok, én nem tudom, hogy tényleg. Tehát olyan szépen tartom magam, ez volt. Nem áll, Jani, ez már a harmadik, vagy negyedik lesz. Nem áll. Na, szóval szépen tartom magam, és amikor tartom magam... De várja, különböző. Ez a harmadik, vagy negyedik? Minden fokozaton csak egyet nyomok. De ne nyomjál. Ne tedd följebb, nagyon rossz. És akkor, ja, nem volt semmi. Tudom, hogy tényleg, nem volt. Le is teszem, komolyan mondom. Jó, tedd le. Jó, bocsánat. Mondom, marha érzékenyek ezek a gombok. Ez valami szenzoros lehet, vagy nem tudom, érintő kapcsol. Hú, de érzékeny. Ne nyújj hozzá. Hú, gyerekek, közbenként egyébként Armageddon van. Jó, a hírek után elmondom, hogy a további áramcsapatásokat egyébként mivel tudod kiváltani. Nincs további áramcsapatás, ennyi volt. Mi készültünk még neked egy-két érdekességgel, finomsággal, csak hogy ne érezz azt, hogy tízig bármikor rendeltetésszerűen teljesen váratlanul megcsapatunk, ezért választhatsz, hogy mivel tudod ezt még kiváltani. Aha. 9-ig, jó? Tehát 9-ig, nincs 10-ig, 9-ig. Kompromisszumkész vagyok ma reggel. Amikor ilyen rossz idő van, itt Budapest felett, akkor én tudok kompromisszumot kötni. Most nehogy letölts valami alkalmazást, hogy a telefonról is tudod vezérelni ezt a szart. Azt néztem meg, hogy hol van tuning. Hogy lehet nyomni egy újabbat? Köszi. Na jó, Ákos elmondja a híreket, nem tudom, kinéztetek, hogy ott mi van közben? Elképesztő. Én ebbe ki is megyek. És csak mondom, hogy egyébként a Viber megküldött a Csabi egy olyan képet, hogy mennek le éppen mezőtúrra két hostess lánnyal. És ragyogó süt, napsütés van, és ott mosolyog mellettük. Hát megmondta Attila is a viharvadász, Supercella ideértő, mondjuk délután egy órát mondott, picit hamarabb picit gyorsabb volt. Elgyorsult ez a Supercella. Fordítva volt a kezében a műszer. Ákos jön a hírekkel, 9:02, aztán jövünk vissza már is. Morning Show, a Klassz FM-en.
Kapcsolt ki, tedd le, 3:49. Ez pontosan 4 perc van, add a távirányítót, légy. Na, itt vagyunk, és hát zajlik az, amit az esküdtszék eldöntött, amit a bíróság megítélt. Egyszerűen nem lesz. Nem lehet mit csinálni. Jó, de nem érzem a kezem. Tehát, hogy az, vagy a hallgatóink is, mint egyfajta esküdtszék, nyugodtan írjanak, hogy mikor, hogy büntessük-e még, hogy meddig tartson, hogy most, hogy legyen a csapatás. A hallgatókat tehát, erre ne kérd meg, mert egyszerűen ez nincs más megoldásunk, mint hogy lehetőségünk, mint hogy megtoroljuk ezt a fajta, hát hogy is mondjam. Bűnösek vagyunk, nikotinos bűnösöknek, a bűnösöknek meg így kell bűnhődniük. És egyébként csak, hogy lássátok, érezzétek, tudjátok, hogy mi sem vagyunk nyolak, még nem akarunk semmi olyan dolgot a felére ráerőltetni, amit mi nem próbáltunk ki. Kimentem a folyosóra, és egyes fokozaton kipróbáltam, aztán Zsűr visszahúzott a stúdióba. Összerántja az izmodat, zsibbad a karom, ne csináljátok már. Igen. Ne legyetek enyák, legalább bevallott, hogy mit tett, ezt kellene értékelni. Abszolút értékeljük, ezért van csak 10-esen a távirányító, és nem 13-asan. Nem nyúltam hozzá. Feri beled vagy Gyulán csodálatos napsütés egyébként. Kit érdekelnek, hírek? Csapassátok a füstöst. Na, de mondtam, hogy készültünk egy-két lehetőséggel, hogy mivel tudod ezt kiváltani, és arra gondoltunk, hogy ha azt mondod, hogy elég a csapatásból, akkor előveszünk egy 80G 608-as sorozatszámra hallgatható Airsoft fegyvert, és akkor ki kell bírnod ezzel, hogy lábon lövünk. És itt van Jánosnál. Így van, ezzel játszanak a gyerekek mindenfelé a játszótereken, tehát ebből igazából nagy probléma nem lehet. Szerintem az se igazából vészjósló, hogy azt mondta az illető, akitől kaptuk, nagyon szépen köszönjük neki, hogy a gerincet nem töri le, de azért részszállt. Nem már. Ne, figyelj, több száz méterre visz egy ilyen. Ideálisd az első pöcökre, vigyázz, ha lenyomod a kapcsolót, a fegyver már éles. Fejre ne. Tényleg ne. Tehát 10 csapatás az egy vádlin lövés. Így van. Tehát ki tud váltani? Ez egy gumilövedéket lő ki, Airsoft, tehát ez egyébként gumilövedéket műanyag. Lő ki. Műanyag, vagy műanyag lövedéket. Jó, akkor mondtam, hogy jó, nagyon puha műanyag, majdnem gumi. Majdnem gumi polsága. Egy műanyag golyót lő bele a sejhajomba. Az is jó. Ne vádlira lőjünk már. Jó, na a drágunát sejhajom. Bocsánat, ne haragudj, ne elnézést, csak láttam pont, hogy... Te szemét állat, te utolsó szadista görény! Nem, hát jött egy hallgató, hogy adjál neki, Bali, most küld meg, hát gondoltam, jó? Nem, Feri, ne érts félre, csak kint virállott, és megírt a Bali. Tudod, hogy félek a vihartól. Ja, Istenem! Normális vagy, hát arról beszélünk, hogy mivel lehet kiváltani, és akkor te megnyomod ezt a vihartól. Hát villámlott, basszus is. Meg hát, hogy írja egy hallgató, 3:49. Már, gyerekek, ne, tényleg most arról, hogy... Nem, tényleg. Megeszel egy kanálfahéjat. Igen. Így van. Airsoft fegyverrel lövünk meg, vagy további csapatásoknak adod át a kis testedet. Kanálfahéj. Egy kanálfahéj. Igen. De jó, de az csak az élvezet kedvéért. Az igen. Az csak úgy, miért? De akkor vége? Tessék, akkor vége? Egy kanálfahéj. Egy kanálfahéj. Nem, milyen egy kanálfahéj? Van fahéjunk? De miért az? Milyen a fahéj? Az de semmi, az semmi, az nem. Hát ettél már tényleg semmi nem van, nincs. Te egyszer ettél a műsorodban. Nem, az nem az volt. Az nem fahéjat ettem. De fogalma ettél. Sincs, egy kanál fahéj. Hozol egy nagy kanalat? Nem, egy kis kanál. Az nem kanál, basszus, az egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen kabala kanál, nem is igazi. Ellenni. Keres valami nagyobbat, Feri, légy. Nem nyúltam hozzá, nem van a távirányító, nem nyúltam hozzá. Csak ránéztem a távirányítóra. Jó, ne legyél punci. Nem vagyok punci. Egy fél órája már nem érzem a kezemet, ne szórakozzatok. És ott utána jön egy pici dorgálás a popsira. Jó? De tényleg csak így. Aljasak vagytok. Meséld el nekem, mit éreztél a második cigaretta elszívásánál? Egy kicsi bűn. Hol történt? Mert ugye a másodikat is még megjegyzi az ember, hogy ú, basszus, ebből baj lehet, ez már a második. Igen. Az első kettő megvan, a harmadikat már elfed. Hol voltál, hogy gyújtottál rá, milyen volt? Ugyanott még, ugyanabban a buliban. Ezt most nem mondod komolyan, Feri. Ez durva volt. Meg ne fogjam én azt a távirányítót. Hát őszintén elmondom, hogy mi van. Ne nyomd már meg, csak most. Hát most őszintén elmondom, hogy mi van, és akkor te meg itt még ugyanebben a buliban. Igen, mert azt éreztem, hogy az első tök jó volt, úgy, mint hogyha most nem is hagytam volna abba, és mondtam, hogy hát akkor nyilván ugye még egyet ráküldünk, ne legyen belőle semmi probléma. És akkor így. Ez Airsoft ér kiált. Én is azt gondolom, hogy ennek be kéne állni emiatt a sarokba.
Ferenc, légy szíves, fáradj a sarokból. Ne már, ne! Hát figyelj, ez több száz méterre visz ez a szar. De hát, hogy visz több száz méterre? Ez egy kicsi stúdió. Felőle mehetsz 50 méterre. Mondhatok mi? De viszonylag jól lövök célba. Nézd meg, hogy élvezi a szemét. Légy szíves, állj a sarokhoz, Ferenc. Aha. Forog a videó az instás kis közösségünknek. Tedd meg, légy szíves. Tedd meg, hogy odaállsz a sarokba. Felhúzod. Állj be a Zsül mellé, akkor. Felhúzod a nadrágodat. Egyesé, nem jó, húzom fel a nadrágomat, nadrágom. Akkor csak fordulj, akkor csak fordulj. Ide áll, és ne a sorozatlövés. Egyesé. Szóval van rajta sorozatlövés, és ez jó, ez tetszik. Jó? Oké. Oké, mehet a... Jó. Igen? Fordulj meg. Fordulj meg. Vagy oda álljál be a sarokba legalább. Nem, állj te oda be, és akkor ott könnyen eltalálunk. Nem, mert akkor nem tudok elmenekülni. Hát ne menekülj, ne fussál, nem vagy te őzgida. Álljál, Feri becsukta az ajtót. János pedig, mint egy igazi üveget. Nem viszik ki az üveget, azért csukd be a szemed. Milyen üveget? Nincs hát az üveg. Üveg, mögöttem üveg van. Üvegsegged? Igen, igen, van az üveg, és onnak az üvegseg. Fogsi, fordulj meg szépen. Na. Nem áll, ne. De előbb célhoz be, tehát úgy jöjjön, na, be legyen célhozva. Én próbál a mocskos migráns. Csáóri. Oda állj be, ahol a Laci van. Hát ez közel van, gyerekek. 5 méter. Oké. Jó, várjál. Oké. Jó. Nem állj, Jani. Fordulj, várjál, fordulj. Még ne lőj, ne lőj. Jó, szembecsuk mindenkinek. Mehet, mehet. Milan. Soha többet nem fogsz rágyújtani. Én lemaradtam erről, elsütöttem, hogy mit történt? Jelen legyél fegyverbarátom. Mit éreztél a negyedik cigaretta? Tehát, hogy azt mondtátok, hogy egy lövés ez is igaz, vége. Ez viszont ki van váltva. Ez kiváltott ezzel 5 csapatás, már csak 50 csapatás maradt. Várjál. Szemét dög. Te figyelj, te egy rohadék szadista vagy. Figyelj, ha már be van tározva. Érted, annyit dolgoztak vele, amikor az 30 flót beletolták. Komolyan, hát ha már ennyi tényleg, azért tiszteljük meg őket, akik adták ezt a fegyvert, nem? Így van, egy sorozatlövéssel. Mi vagy, Jóni akarsz, miért vagy térben? Na, és akkor fogjuk ezt a kis kanalat, már is teszem nincs, rá a fahéjat. Nincs fahéj. Egy jóféle kanálfahéj. Még 10 csapatás ki tudsz eleváltani. Vagy egy fahé, ami én azt választám, vagy még 10 csapatás. De én a fahéjat még utoljára megkoronáznám ezzel, és akkor megvagyunk. Szerintem igen. De nem én ettem fahéjat, ilyen. Szerintem jó. Aha. Kell az a fanál? Nem tudjuk rögtön az acskóba az arcába tolni. Vagy. Jó, 9 után fahéj. 9 után. Ez jó, a picit, picit pihenjél akkor rá. Így van, így van. Feri, kiabálnod kellett volna egy szabadság, így egy hallgató. Tipikus, mindig a pufi szemüveget szivatják. Igen, egyébként tényleg. Vagy az apró kicsi. Igen. És a jó kép mindig röhög. Ő mindig a jó oldalon van. Max 60 méterre visz, lőjétek nyugodtan, így egy hallgató. Webkamera van. Van egy csomó videó erről. Instagramra tessék csatlakozni, jó? Így van. Az Instagramunk már egyébként 124 ezeren vagyunk, de készült videó erről is, úgyhogy lesz nem sokára videó, ha föl tudom tenni. Most már legalább tudjátok ott a Velencei tó környékén, hogy Feri nem annyira sportos, nem azért teker kiállva a nyereg 30 kilométeren keresztül. Nem bír ülni. Nem is az a baj, nem is a baj, nem tudom, hogy baj-e, de ahogy a fenekem aláment, tehát így a combra. Akkor nem is találtam el a fenekedet. A kújrázunk. Volt mit eltalálni, hogy pont a comb és a fenék közé, ott a kis lágy rész. Szerintem nem a régi. Igen, írják, hogy kemény vagy, Feri, ülni egy ideig nem fogsz tudni, de valójában, valóban, igen. Más ezért fizet a reumatológián, Zseri. Jönnek azért együttérző SMS-ek, és ne bántsátok szegény Ferit, ha akarhatsz cigizzen az üvegessége. Persze, hát ezt mi nem mondtuk. Hát, nem, hát, abszolút. Hát, érte, hát. Tényleg, abszolút barátságos emberek vagyunk, kollegialitás is van bennünk, ezért is gondolom azt, hogy most a másik oldal is kéne, hogy ne legyen fél oldalas. Igen. Levette az övet közben azt? Le, bizony. Levette az övet. Most az a baj, hogy még egyszer meggyullad, vagy meggyullad az asztal. Látom, hogy ízik alatta. Na, jobb karom nincs, és a jobb lábam. Tedd át a balra. Mutatjuk. Hát ez te barát vagy. Mutatjuk akkor a beugrót, jó? Közben addig Feri pihen egy kicsit, hogy mit kell kitalálni. Figyeljetek. Ajjajjajjajjaj. Ez gyors volt, ezt megmutathatjuk még egyszer. Hát nekem ebben egy semmi nincs meg. Ez most valami régebbi, nehéz? Uh-huh. Egy kicsit már könnyebbekhez voltam hozzászokva itt az utóbbi pár hétben. Ezek már az újonnan behúzott zenék? Nem tudom. Csak még egyszer nektek. Ez a frissítés. Csak még egyszer nektek. Jó, háromszor tényleg majd ilyen nap, ha már ilyen rossz idő van.
jó, hát próbáljátok kitalálni, jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, hogy mit hallottunk. Na, hogy vagy? Nagyon jó. Minden oké? Okay? Jól, aha, persze. Kitaláljak nektek valamit ezt. Semmi gond nincsen. Nincs. Már jelezték egyébként, ha hozzák a nagyobb kaliberű fegyver. Egy Gepard mesterlövész puskát szintén airsoft változat. Igen. De közben azért hidd, hogy nekem sincs kemény, vagy nekem sincs könnyű dolgom közben. Mert hogy hát egy csomó mindenre oda kell figyelni. Egy csomó mindenre oda kell figyelni, hogy közben Emese, Klau, Gyöngyi, Ildikó, Éva, Marjan küldtek brutálisan sok szendvicset, mert reggel mondtam, hogy éhes vagyok, már kaptam pizzát. Tehát, hogy ők egy ilyen szendvicskészítőcégből közben küldtek. Aha, küldtek egy csomó szendvicset. Senkit nem bánthatsz meg azzal, hogy nem eszel belőle. Hát komolyan mondom, milyen világ ez, nem? Hát, úgyhogy nagyon drágák vagytok, csajok, köszönjük szépen. Ők egy ilyen előre elkészített szendvicses bárból összeválogattak néhányat, és elküldték. És rá is van írva, hogy Ferinek ne, ugye? Tessék? Hogy Ferinek ne. Volt azt, hogy kisatíroztam, hogy ne lásd, igen. Nem, mondjuk elvittem át, mert hazaviszem az egészet a családnak. Ma is megvan az ebéd, és a vacsi is. Mondtál valamit? Hogy lehetsz ilyen rohadék? Nem, már azt mondtad, hogy kiváltod. Nem azt mondtad, Gyula, hogy ki van kapcsolva? Én meg azt hittem, hogy az a légkondinak a távirányítása. De rohadékok vagytok. Azt mondtátok, az airsofttal kiváltom az egészet. Ez igaz. Most jöttök a izével. Jó, bocsánat, nem, tényleg azt hittem, hogy leverült az elem, a Laci azt mondta. Na, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni. És tárazni. És tárazni, vagy még lehet, hogy egy picit zenélünk. Jó, addig mindenki élje túl a vihart. Mikor megy ma ezzel? Van erről információja valakinek? Hogy ma egész nap ilyen rossz idő lesz? Elég sok szabadtéri dolgom lett volna. Uh-huh. Van erről infótok? Vagy ez csak így átmegy, és mit egy óra múlva más süt a nap? Olvasta valaki? Lehet volna szalatéri sütögetés? Ma, hétköznap nem. Ne, hát csak azért kérdezem, mert akkor hozattunk volna helyette valamit. Valahonnan én. Igen, félig megsült bárány. Gyorsan egy-két közlekedés még, csak hogy segítsünk azoknak, akik úton vannak. Zirc, Kardosét után 82-es úton 3-as baleset egy elleníves részen a 26-os kilométer körül. Rendőr még nincs kint, az egyik autó generátora is kiszakadt, az úttesten fekszik. Atyaisten, reméljük nincs komolyabb baj. 35-ös fő úti Szolyváros belterületén három lábúval trafiznak. Vigyázzon mindenki, valamint Soroksári út határúti lámpánál kitört kerekű kisterautó a belső sávban, óvatosan menjetek. Sopron Kőhidán még mindig nagy a dugó, és a Szerencs utcánál is van valami baleset. Félre, legalábbis most álltak félre, lehet, hogy ott is dugó lesz, ezt Kati küldte nekünk. Köszönjük szépen. Oké, na, jövünk vissza még, Gály, megbeszéljük az eltévedt vonatot, hát arról azért beszéljünk pár mondatot. Az egy nagyon érdekes történet. Komolyan mondom, néha olyan, mintha Bermuda háromszögben lenne ez az ország, nem? Eltéved egy vonat, majd fél óráig rossz irányba megy. Hát azt meghallod ezt a hírt, és nem hiszed el, hogy ez még megtörtént. Hát sín. Tessék? Sín, érted, az mindegy. Hát igen, csak ja, tehát, hogy így áldogálsz, és akkor várod a, itt tudom én, a kis helyi, vagy hívják, a helyi érdekű vasútatére megérkezik az Orient Express. Nagyon sok kérdés van. Egyrészt az utasok nem jelezték őket, a mozdonyvezető hogy nem vette észre fél óráig, hogy rossz irányba megy. Ha már elvitték őket, nem tudom hány kilométerre alé, miért nem szállhattak le legalább egyet pisilni, miért kell mindenkinek a vonaton maradni? Mi van a kártérítéssel? Egy csomó minden, nem? Ami azért nagyon rejtélyes. Na, hát ezt fogjuk megbeszélni. 5 perc van pontosan, 9 óra. Mondtál valamit, Feri? Ne haragudj, szóltál? Bocsánat, azt hittem a hírek jön, és a pirosak jön. Ha ki akarsz menni, hátrálj, Léci, jó, mert beindít a senket. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, hát úgy néz ki, a vihar kezd átvonulni. Igen. Budapest felett nyilván nagyon sok helyen még szakad az eső. És nagyon sok helyen még rossz idő van, de hát ez egy ilyen kis... A futózápor talán nem eléggé kifejező, annál egy picit több, de mindesen átvonul. Ma még Budapest felett egyébként mondanak viharokat, meg esőt. Az igazi jó idő az holnaptól jön. Holnaptól, nem? Ja, gyerekek, a Feri úgy rángatózik most itt komolyan, hogy a távirányító tőlem fél méterre van. Bárki bármit csinál. Csak ránézek, és szemmel is tudok már nyomni, úgy látszik, mert Feri rángatózik. Én nagyon fura, fél 9 óta tikkel mind a kék szeme. És zölden világít. Igen, ilyen fura zajokat hall, összerándul. Nagyon rossz. Nagyon tök aranyos együttérzésem, és jönnek ide egy hallgató. Sziasztok, nagyon sajnálom Ferit, lehetne az utolsó 10 lövés még egyszer, mert épp cigiztem.
persze, rohadék vagy. Igen. Figyeljetek, én azt szeretném csak mondani, hogy akinek kutyája van, ne rakjon rá ilyet. Nem, az nem. Ezt a dogvörkösök küldtek. Igen. Így van, el kell vinni kutyaiskolába, és akkor ott megtanítani arra, amit lehet, meg amit nem. Figyelj, lehet. Egyébként én elolvastam, szóval, hogy nyilván fáj, és a kutyát még média vastag szőr meg a bőr, de hogy ezt nagyon sok helyen alkalmazzák. Igen. Harci kutyák, munkakutyák, nagyon gyorsan, nagyon jól, mindenféle utóhatás és fájdalom nélkül nevelik úgy a kutyát, hogy azért ez nem okoz maradandó sérülést. Tehát az, amikor megverik, vagy amikor rángatják pórázó, vagy amikor ütik a póráznak a végével, sokkal durvább. Ezek olyan pici kis áramütések, elolvastam, mert a kutya csak egyszer megtanulja, hogy mit igen, mit nem, nagyon gyorsan, és semmiféle károsodás nem okoz. Ráadásul mondom, nagyon sok ilyen munkakutya, harci kutya, kereső kutyát ezzel képeznek, és pillanatokon belül nagyon szép eredményeket érnek el, úgyhogy a kutya tök szívesen csinálja utána, és nem marad benne nyom. Jó, magasabb az állat inger küszöbe, és sokkal magasabb, meg mondjuk valószínűleg betartják a fokozatosság elvét. Nekünk erre nem volt időnk, ne arra ugyatok. Tehát nem állatkínzók használják ezt, van egy alás menetünk, itt nem fogunk tudni itt érteni. Itt muszáj volt a 15-ösre kapcsolni egyből, és megnyomni a hosszú csapás gombot. Hát itt a kis blökikkel nyilván ezt ennyiben kezdik, de hát a blökik nem is gyújtanak rá, ugye? Fél tízkor lesz egy Airsoft rendezvényre, várják vissza a fegyvert fél tízre, hát kénytelenek voltunk nagyon gyorsan leintézni a dolgot. Igen, a videó föl van már. Igen, az Airsoft depónak is köszönjük szépen, egyébként drágák vagytok, hogy elküldtétek nekünk. De hogy ilyenkor mennyien jó fejek, így ha van. Valamelyikünket szivatni kell, áramat, Kotányi küldte a fahéjat, tök jó fejek, ők is köszönjük. Nagyon jó arcok. Na többet akkor azt se veszek. Tomi nevű hallgatónk írja, ez már embertelen, amit csináltok szegény fejrővel, hajrá csak így tovább. Én ezt imádom az SMS-eket. Igen, nagyon, nagyon jó kérnek, persze, nagyon szórakoztak az SMS-ek kérnek. Na jöjjön a Feri, kezdődjék a barkóba, kilőtt téged tarkóba. Ja, hát írj egy másik hallgató. Úgyhogy tényleg abszolút egyetért. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Jani kért egy lövést, de azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, hogy fáj. Úgy, most már elhiszem. Egyet visszaadhattam én. Jani fenékkel lövette magát, és ilyenkor szoktuk mondani, don't try this at home, ugye, ahogy szokták okosan mondani, hogy ezt senki nem próbálja ki. Szereplőink kaszkadőről. Don't try this at home. Szóval, hogy ez egy rádió műsor, ellenőrzött körülmények között csináljuk. Vigyázzunk egymásra magunkra, senki ne adjon a gyerek kezébe ilyet, reméljük nem is kerül. Felnőttnek meg nem kell elmondani, de elmondjuk még egyszer, don't try this at home on your wife. Lehetőleg, jó? Se a férjenet, senki. Ezt ne próbáljátok ki, mi ezt itt ellenőrzött körülmények között csináljuk, és úgy lőjük combon Ferit. Tehát vesztenek a dohányosok, szokták mondani. Ide egy hallgató tök komoly, hogy mondja már Feri, hogy szokott vissza, mert ő akkor tette le a cigit, amikor tett, ő még kitart, és nem akar abba a csapdába esni. Mi mindent egyszer mondunk el, nem akarjuk magunkat is. Mert Feri ezt elmesélte, jött egy ember, egy társaság volt. Mert amikor azt gondolod már, hogy meg tudod csinálni, akkor esel vissza. Ne gyújts rá, ennyi, egy hős vagy. Mennyi, nem szabad visszaesni. Ezt egyetlenül megtudod. Illetve kérd meg a kollégáidat, hogyha rágyújtanál, akkor csapassanak árammal, biztos, hogy nem fogsz rágyújtani. Kérd meg, tényleg valakit a családtagodból, gyerekek, ha egyszer cigit láttok a kezemben, és akkor az ott van a visszatartó erő. Szerintem egyébként, hogyha nem lesz frekvenciánk novemberben, akkor erre alapítatnak egy vállalkozást. Megyünk és büntetünk. Mint a szellemírtó. Így van. Hárman megyünk, Airsoft fegyverekkel felfegyverkezve. Na, nem is tudtam, hogy ezt otthon úgy lehet tartani, hogyha jön a betörő, akkor egy ilyennel meg tudod sorozni, mert ez legális. Én a fegyverhez teljesen hülye vagyok, de hogy tudsz otthon ilyet tartani. Hát figyelj, én az egyről tudom beszélni. Kell engedély. Sorozatnál azt szerintem nincs ember, aki nem vinyogva fog összeesni. Látod az első sorozat lövést, és kiderül, hogy csak az anyósot hozta a mágia rakást, nem? Ugye, csak későn sült meg, és azért este 11-kor jön. Mama, hát miért nem szólt? Meglepetés! De ezt már csak akkor, amikor tud beszélni, egy két hét múlva. Ugye magában a borult tepsi mágia rakás alatt fekszik a mama, mert egy kicsit túl sok Rambo filmet néztél, azért az úgy picit erős, igen. Na, jöjjenek az SMS-ek. A Maglódi út kifelé elesett 50 centi víz, a csatornából gejzírszerűen jön föl a vízje, és az éles sarok is elesett, ott is áll a víz az aluljáróban. Aztán a Feri gyorsforgalmi, ne hajts be, az aluljárók vízzel teltek, úszni lehet, küldte nekünk Marci. Alkotás út délinél egy busz, három autó gruppen szexel, hatalmas a torlódás. Vigyázzatok, Soroksári út határúti lámpánál kitört kerekű kistárautó, és Sopron kőhida felé se érdemes kerülni, mert ott is nagy a dugó. Még mindig szivatják a magyarokat az osztályok. Hát komolyan mondom.
Ma megyek lánybúcsúra, írja nekünk egy hallgató, drukkoljatok, meglepetés buli lesz, kíváncsi vagyok, milyen, írja nekünk Ági. Na. Igen, most itt a nyáron ez elindult, szezonban, nem? Lánybúcsuk, fiúbúcsuk, ez most nagyon megy. Én is egy csomószor akadok ilyen társaságokba bent az éjszakába, hogy ilyen fiú, ilyenkor tervezik az esküvőt, és előtte van a lánybúcsuk, fiúbúcsuk. Hát ugye úgy van, hogy szombaton esküszöl, jó esetben, és akkor csütörtökön szokták még szétcsapni magukat az illetékesek a lány, illetve fiúbúcsukban. Ma az egyik kolléganőmnek is lánybúcsúja van egyébként. Bent az RTL-en, de Nórának hívják, és a kommunikációs osztályon dolgozik. Én hallottam, mit csinálnak vele. Mi lesz? Light cola helyett igazi? Én szerintem picit embertelen, picit durva, de én most adásban elmondom adáson kívül. Én hallottam, hogy mit csinálnak, vagy mire készülnek vele. Hát Nórikám. Jó, hát érdekes, hogy ilyen. Szerintem nem, az legrosszabb álmodban se gondoltál erre, hogy ez ilyen lesz. Én tudom, mert nekem elmondták. Hát én veled vagyok. Nem tudom pontosan hánykor kezdődik, de drukkolok neked. Hát álláscsapat, szeret téged. Hát ha azt mondod kitartás, arra, ami... és az én inger küszöbön magas. Embertelen, és arra, amit Ferivel csináltunk, nem mondtad, hogy embertelen. Akkor gond lesz. Én annyit üzenek a kommunikációs összerre Nórinak. Nórikám, arra kell gondolnod végig, lánybúcsú csak egyszer van, de ez leszeretnek a kollégáid. Úgyhogy készüljél föl, mert ez kemény lesz. Én nem is tudom, hogy lehet valakivel ilyet megcsinálni. Így hát van. A lánybúcsú az lánybúcsú, nem? Bizony, bizony. Ebből látszik, hogy a lányok ugyanolyan kemények tudnak lenni egy lánybúcsú, mint a fiúk egyébként. Hát igen, és milyen szerencse, hogy nem jutott be a rájátszásba az afro-amerikai kosaros, akit megrendeltetnek. Igen. Nem feltétlen teljesen ez a vonal, mert az inkább a fiú a legénybúcsús vonal, ugye, amikor ugye megérkeznek a nem tudom, a playmate-ek, de hát igen, Nóri, veled vagyunk, ez a lényeg. Jó? Majd holnap elmondom adásba, hogy mi volt. Oké, viszont, hogy vagy, Feri? Nagyon jó. Jó vagy? Most már kicsit elmacskásodtál. Igen, a nyakamig fáj. Tehát a kezemen lévő csapatógép, az most már nyakamra. Azt írva, aki nem átsátok már szegény, tegyetek rá hideg gyantát. Az már volt. Van itt egy nagyon nagy rohadék, vagy szegény Feri, de azért csapas nekem, így lélegzik. Ne többet, kérlek. Szatyi írta nekünk. Nem bántam. Már megbánta. Már ő is megbánta. Higgyétek el, hogy lehet, hogy még egyszer le fog szokni majd a Feri a dohányzásról. Ha eszébe jut, eszébe jut a mai nap. Nem most, mert nem tudom fogni már a cigit. Lassan a szájuk majd. Figyelj, most néhány cigarettáig legalább eszedbe jutunk. Ott leszünk veled majd, mikor rágyújtasz. Na, hogy téved el egy vonat, mondjátok meg nekem, mert engem ez tegnap óta lázban tart, és... hát komolyan mondom, ez már mint valami gyaloggalop, vagy én nem is tudom mihez hasonlítani, hát Brian élete. Biztosan vagy... kéziváltós volt, tudod, ez a odaállt a szak, és azt mondja, hogy jobb vagy bal, legyen szemből álljak, vagy hát, vagy hogy. Ugye, tehát Szombathelyről indult, ha minden igaz, Budapestre, bogozzuk ki, és Répcelak helyett Sárvárra futott be. De valahol nyomott egy fölfelét. Aha. Ugye? Mert de ki nyomott, Sárvá. Ki nem vette észre, hogy történik ez ilyen, miért nem veszi észre a Kaller, miért nem szól fél óráig, mi van a mozdonyvezetővel, mi van az utasokkal. Azért itt nagyon-nagyon sok kérdés van. Ugye gondolom elérkeztek egy adott kereszteződéshez, igen, és ott elindultak Sárvár fele, ahelyett, hogy Répcelakra jutottak volna. És volt csodálkozás Sárváron? De hogy? Répcel, aki személy érkezik, a négyes vágány. És mindenki, mi van? Sárvár. De a vonatvezető nem tud váltani, ugye? Ő nem. Tehát, hogy azt nem ő csinálja. Ő nem. Hát ő csak megy szépen. Sin-sin. Érted? Lehet, hogy nincs tudom én, azért levágták a füvet tegnap óta, vagy mit tudom, megkurtították a fák koronáját, vagy ilyesmi. Figyelj, zseniális. Azt írja egy utas, hogy jól kezdődött, mert az előre megváltott helyet semmit nem ért, más vagonok voltak, mindenki odaült, ahova akart. Ebből már érezted, hogy valami nem stimmel. Valami buliban. A vonaton nem volt feltüntetve, hogy hova tart. A kalózhölgy biztatta az utasokat, hogy nyugodtan szálljanak fel, higgyék el, ez az a vonat. Ez már nem indult túl meggyőzően. Aztán befutottak Sárvára, ami nem esik útba. Képzeld az első utast, akinek ez így leesett. Ülsz a vonaton, várod, hogy megérkezzél, nem? Megáll a vonat, fölnézel, és látsz egy olyan táblát, aminek nem szabadna ott lennie. Mert nagyon máshol van. Sárvár. Ha esett, ott fönn egy csomó Répcel, aki. Sárváron szegények nem szállhattak le a vonatról, amit szinte nem értek egyébként, hogy miért. Mi az, hogy nem szállsz le a vonatról, de rájössz, hogy téged rossz irányba vittek, és neked köszönöm szépen, te nem kérsz a visszaútból, vagy van ott ismerős, vagy akkor szép ez a Sárvár maradó. Nem zárhatják le a vagonokat, hogy te ne szállj. Nem szállsz le, fél óráig nincs semmilyen tájékoztatás. Ez a rész. Majd fél óra múlva a Kaller elmondta, hogy technikai malőr történt. Géphang közölte, hogy Hegyfalu következik, jó utazást kívánta. Kiderült azon, hogy Hegyfalu megszállt a vonat, hanem átalakult. Figyelj, ez egy Brian életem. Visszavitték őket? Hát és aztán visszamentek, 70 percet késtek.
egyébként magyar vonalokon az még egyébként nagyjából átlagosnak mondható kés és íve. Lehet, hogy korábban értek oda, mint máskor. És megkezdték az eset körülmények kivizsgálását. Ki hibázik ilyenkor? Hogy nem veszi észre a mozdonyvezető fél óráig, hogy rossz irányba megy gyerekek? Hát ezt én nem hiszem el. Hát te közlekedsz egy vonalon. Lehet, hogy új volt a sofőr. Hogy nem járt még a... Miért? Hát van ott is, hogy egyszer csak kivezi. Nem választhat, itt nincsen kormány, vagy akkor most jobbra megyek, balra megyek, jobbra megyek, balra megyek. De miért nem tűnt fel neki, érted? De hogy nem tűnt fel neki, hogy nem arra megy, hogy nem az az állomás következik. Jobb vagy a balsin, hívják út, át bal. Ez nem így megy. Ott tesztelték a magyar csillagkaput, ott valaki. Ide valaki. Ez történt. Mindjárt kapcsolom, csak elszívok még egy cigit. Igen. De ez egyébként tényleg így történt, hogy jött a bakter. Igen. Ő lement, és valamit vagy átkapcsolt rosszul, vagy elfelejtett valamit átkapcsolni, nem. És ezért a vonat egyenes elindult balra. Szerintem nem kézi nem lehet már ez a szabó bakter vonal, ez már nincsen. Lecsoszogott szépen a bakter, és be van ragadva, mindegy, együnk egy lebben. Nem, biztos van egy ilyen, hogy egy kis high-tech terem, egy ilyen hatalmas kapcsolótáblával, ami villognak mindenféle lámpák, sárga, pirosak, zöldek, és akkor gondolom van egy kezelőpult, és lehet, hogy félrenyomott, vagy mit tudom, az egyik kontaktos lehet az egyik lámpa. Hát azért ezeket a vonatokat látni kell GPS-re, hogy hol vannak. Nem látnak engem, mint utast, hogy én hol vagyok? Nincs egy kezelő felület, ahol azt mondják, hogy állj meg, Józsi, állj meg! Na nem jó felé mész. Rossz irányba mész, igen. Állj meg! Azon a sinen nem neked kéne ott lenned, ülj rajtad 70 ember, hát jöhet valaki szembe, hát egyetlen, ne állj meg, mert nem jó. Na. Gyere vissza, és menjél jobbra. A kerítés szaggató kamionos lánynál is volt GPS, azt látom. Így, és mégis mi lett belőle? Nem lehet, hogy eltérítették a vonatot? A sárváriak eltérítették gyerek, a vonatot? Nem, hát beszéltünk reggel a Börni ügyről, ugye? És hogy itt egy teljes vonatot el tudsz tüntetni. Porpácon történt az elmenetel, tehát ott nem Porpácon van egy Porpácon? Egy gigantikus fekete lyuk. Érted? Egy eseményhorizont, egy fekete lyuk, és ott belement, és megjelent Sárváron a vonat. Igen, vagy a hírhet Porpáci Ultrák. Igen. Annyit olvastunk már róluk, hát most megint megmutatták. A sajtó. Érted, előjöttek megint az illegalitásba. Az nem lehet, hogy egyébként, hogy a máv rossz színben próbált meg feltüntetni egy gyesevet? Tehát ez egy ilyen máv gyesevféle konkurencia harc. Ilyen máv ügynökök. Átváltottak. Ez egy titkos fedett akció volt a máv részéről. Egyszerűen elképzelni nem tudom. De nem már volt, igen. Vagy hát a máva, amikor összevesztek a gyesebbel. Szóval, és hogy nem látott fél óráig, hogy rossz irányba megy. Senki. Jó, hát érted. Azért azt gondolom, hogy az utasként azért nekem nagyobb biztonságban kellene ülnöm egy ilyen vonaton. Most nem mondjuk azt, hogy szembe jön, meg nem jön szembe, meg nem tud, de hogy fél óráig nem veszik észre, hogy eltűntem. Jó, azért ez nem megnyugtató. Igen. Én a mozdonyvezetővel egyébként azt gondolom, hogy a mozdonyvezetővel semmi gond nincsen. Tehát, hogy neki nem kell feltétlenül ismerni. Lehet, hogy nincs a fejedbe 200 km. Hogy volt itt ez a Lucerna mező, vagy nem volt, vagy mi van itt, balra hegyek, milyen hegyek. Érted? Na de azt gondolnád, hogy a mozdonyvezetőnél van egy voki-toki, van egy rádió, van bármi, amivel szólnak. Hát most holnap meghűl egy mozdonyvezető, összebeszél egy váltóssal, és ő kitalálja, hogy egyébként 100 km arrébb neki vezeti egy pályaudvarnak a vonatot, és nem lassít, mert bekattan. Az meg tudja úgy csinálni, hogy egyébként ez senkinek nem tűnik föl. Hát lehet, hogy éppen akkor mit terem. Vagy valaki elterel egy vonatot, és belerongyol a sárvári, nem tudom, megállóba egy másik vonatba. Ezt fél óráig ülnek a vasúton, és nem veszik észre, hogy eltűnt egy vonat 70 emberrel. Hát mert lehet, hogy. Hogy van ez? Lehet, hogy a mozdonyvezető tempomat ráállított, és közben hátul a kocsiban Pokémon keresett. Igen, hiszen ez a tyúkus leves. Arra, ez még mindig olyan finom, isteni a kezem. Az ott nem egy Pikachu. Mentek a tervár fürdőbe, írja valaki. Kéziváltó is van, és kormány is kanyarokba használja. Igen, hallotta, hogy van ott egy ritka Pokémon. Ja, tényleg. Na, van egy mozdonyvezetőnk, aki segít nekünk. Halló, jó reggel! Jó reggelt, kötött vajás. Jenő! Kötött vajás! Szép jó reggelt, hello Jenő! Mám vagy gyesebb. Sziasztok! Tényleg, mám vagy gyesebb? Te honnan vagy most éppen? Már beszéltünk többször. Igen. Magánvasút. Ja. Ja. Felcsút. De jobb kezdetek van. Na, most ugrottam neki végre. Ezeket a fiúkat el kell hallgatni. Magánvasút, aznak felcsút, az meg. Figyelj, Jenő, te mit szólsz egyébként mozdonyvezetőnként az, amikor hallod, hogy fél óráig eltűnt egy vonat, majd felbukkant Sárváron. Nagyon nem ott, ahol lennie kéne. Hát azért ez megdöbbentő, nem? Hát igen, így gondolkodtam, hogy ez hogyan történhetett meg. Most én arra tudok gondolni, hogy tényleg, ha rosszul állt egy váltó, és azért egy IC vonat általában azért szokott menni, tehát 100-120-ra. Ugye vannak 100-as váltók is, nem vagyok egyébként arra úgy ismerős, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy
át a vától, a kolléganek későn vett észre, már áthaladt rajt, esetleg a visszatolás már úgy gondot okozhatott, és akkor mondta a menet irányító, hogy gyerekek, akkor most menjetek erre tovább. Nem tudom, hogy a köztes állomáson meg kellett volna valahol még állnia, tehát, de biztosan biztos, hogy nagyon nagyot hibázott a váltókezelő, a mozdonyvezetőknek van vonalismeret, amiből vizsgázni is kell. Ugye ez is megint egy olyan dolog, hogy a mozdonyvezető fiatal lehetett, vagy idősebb tapasztaltabb kolléga, mert ugye tapasztaltabb kollégával ilyen nem történhet meg. Másik meg, hogy a vonalirányító is van, tehát azért egy vonat nem tud csak úgy eltűnni, főleg most már emigrendszer is működik, ami minden közlekedő vonatot egy központból látnak, hogy hol, merre közlekedik, és ugye... Hát akkor miért nem állítják meg? Elnézzél egy váltót, lassíts le, gyere vissza, és menj, tehát menj el nem is hát, tehát nem biztos, hogy nem állt meg a nyílt vonal, és nem értekezett, hogy gyerekek, hát átjöttem, most már itt vagyok fél kilométer az állomástól, most látom, hogy gyerekek nem arra állt a váltom, mit csinálják? De addig mondták, senki nem vette észre, érted? Azért én nézem a térképet, ez közel 15 kilométer a Porpát Sárvár, tehát annyi idő alatt nem veszed észre, csak amikor ki van írva, hogy Sárvár. Nem hittem, hogy, tehát én arra gondolok, hogy ezt észrevett a mozdonyvezető, és szerintem meg is állhatott, csak lehet, hogy mondták neki, hogy figyelj, hát itt már visszatolni nem kéne egy ilyen hosszú szerelvényem, mert annak is megvannak a szabályai, hogy hogyan kell visszatolni. Mégse szállítsuk le az utasokat, hogy tolják már vissza egy 600 métert, igen. Hogy inkább azt mondták neki, hogy figyelj, most már akkor menjél tovább, és akkor majd ott meglátjuk. És akkor hát persze az utasok meglepődtek, én is meglepődtem volna. De amilyen vidámak vagytok, látom, ti nem voltatok rajta vonaton, mert időbe beértetek a stúdióba. De figyelj, mi mindig mindent humorral próbálunk feldolgozni, szóval, hogy azért ennek a reggelésnek ez a célja. Hát komikus ugyanakkor, persze, hál' Isten nem történt baj, lehet is vele humorizálni, de hogy ugyanakkor baromi komikus, hogy ülsz a vonaton is megjelenik előtt egy olyan megálló, amire se nem kérted, se nem fizettél be, majd nem engednek fél, hogy az embernek van egy rutinja. Tehát ha én írásbeli rendelkezést kapok arról, hogy a váltó, tehát mondjuk a jobb meg a bal vágányon, két vágányú pályán, mondjuk a bal vágányon vágány zár van, mert ott dolgoznak. És hát hibázott már velem is, ha előfordult a váltókezelő, mert nekem pont arra a vágányra állt a váltó, mikor jártam egy állomásról, ami ugye a vágányzárolt részre vezetett volna. És ezt észrevettem, és azon pillanat gyors fékeztem, és értekeztem a gyerekeket, hát nekem nem erre kéne mennem. Tehát ezért nem tudom elképzelni, hogy nem vette észre. Biztos, hogy megvannak a részletei, amit majd ki fognak vizsgálni ugye a vasútbiztonsági osztály dolgozói, és akkor hát ez emberi mulasztás az egyértelmű. De utasok itt biztos, hogy nem voltak veszélyben. Ja, persze, mi se pánik, vagy hangulatot akarunk kelteni, inkább csak filózunk laikus utasként, akik ugyanúgy fölülnek egy vonatra, még mennek, hogy a fenébe téved el velünk. Jó, hát mondja, ha most poénos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a váltókezelő kapott egy rekesztőt, mert mit tudom, hogy Sárváról lakott a mozdonyvet, és haza akart ugrani valamiért. Igen, és tehát ilyen is. A másik meg az, hogy ugye hallgattalak benneteket, hogy bekattanik egy mozdonyvezető, és ilyen meg olyan balesetet csinálhat. Tehát azért azt tudnotok kell, hogy a mozdonyvezetőknek, tehát az egyik legkeményebb pszichológiai és egészségügyi vizsgálaton kell átesnie. Ezért is van az ugye, hogy bizonyos kor után már nem biztos, hogy megfelel erre a munkakörre egy mozdonyvezető, és ugye elég sokat ugye le is vesznek mozdonyról, vagy régebben ugye az volt, hogy 52-53 évesen elmentek nyugdíjba, mert az egészségük már nem bírta. Uh-huh. Ugye most már sajnos nincs ez a korkedvezmény, ezért is félünk miattól mozdonyvezetők, hogy bizony mi lesz velünk akkor, hogyha már nem fogok megfelelni erre a munkakörre. Nagyon-nagyon keményen vizsgálnak minket, tehát itt nincs olyan, hogy valaki... Jó, hát ez csak egy felvetés, hogy minden színen megvizsgálunk, mindent felvetünk, aztán eljutunk valahova. Tehát ez egy ilyen hangos gondolkodás, ahogy mi egy témát sokszor megközelítünk. Egy baleset, mondjuk egy gázolás. Olyankor is az embert mindjárt elküldik rendkívüli orvosi vizsgálat, pszichológus, stb. És hát azért ott nagyon könnyen kijön, hogyha esetleg valakinek... Persze, nem, másra is nem. Titeket akarunk bántani, inkább csak laikusként gondolkozunk. Láttad Lajost reggel óta egy Rambó kést élet. És mondom, hogy jövök Sárvár. Igen, akkor mondjuk, hogy érdemes szólni. Jelenő, drága vagy, hogy becsörögtél, mint mozdonyvezető. Köszi. Kötött pályásra, szép jó napot! Kötött pályásra, igen, neked is. Mi próbáljuk egy egyesebb szóvőt elérni Rázó Lászlót, de nem tudjuk egyelőre hallani. Nem tudjuk egyelőre elérni. Az a legtisztább, mint mindig megszólaltatjuk ugye az adott orgánumot, vagy hát az illetékes, de nincs most egyelőre, Laci, úgy néz ki. És miért nem hagyták leszállni az utasokat?
Ha? Mert aggódtak a biztonságokért. Tehát vissza kell vinni őket oda. Sárván nem vízum. De szerintem nem. Na mindegy, jó, meglett a vonat. Egyébként korrekt volt, amit mondott, mert elmondta, hogy veszélyeztetés nem volt, senki nem volt veszélyben, de a kárt megtérítik. Tehát maga, amit elmondott, egyébként az nagyon szimpatikus volt. Csak picit abszolút. Emberi mulasztás volt, azt mondja, kivizsgálják, számon kérik, és aki tudja bizonyítani, hogy kára esett, az természetesen nyújtsa be és megtérítik. Tehát nagyon-nagyon nyugat-európai hozzáállás volt az, amit egy esetben egyébként kommunikált, ahogy kell ilyenkor. Lehet, ez a minimum. Lehet, hogy tök szimpla emberi dolog volt, érted? Mert sokáig volt a retyvon a váltókezelő, és megkopogtam. Gyere már, gácsom, itt van a létszel, aki? Na jó, van minden, most már visszajönök. Inkább én mondok föl. Igen. Y-ban nem tudott vala megfordulni? Neki nincs rutin vizsgálja? Kérdezi, hát maga tanítják. Igen. Kellett az utasoknak a kitérőért pótdíjat fizetni? Jó napot kívánok, Sárvára érkeztünk, Pódi, jegyeket elmutatni, tessék. Plusz 40 kilométer oda, visszafizessék ki. Akkor kezdjük a büntetések. Mindenki nézze lakra, na hát akkor álljunk sorba, mert ez nem most lesz, hogy nézzünk. Egy csúnya büntetés lesz. Abszurd egy ország, de komolyan mondom, nagyon. Valahol az ember röhög, de már néha kínjában, tényleg. Ó, Istenem, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van hallgatunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, szia! Viktor vagyok, Egerből. Viktor Egerből, halló. Mi újság? Jó vagyok, dolgozok éppen. Mit csinálsz? Hát, függönykarni sokat gyártunk. Ja, bocsánat. Micsoda? Függönykarnis. Függönykarnis, nem értettem. Függönykarnis. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Egy picit nehezítettem a tegnapi óta is. Ajjaj. Tényleg? Nem. Na akkor, ígyszer az első kérdés. Melyik kontinensen található Taskent? Melyik ez a kontinens? Húha. Taskent. Akkor itt. Nem tudom. Ausztrália? Ejjaj, nem. Gyors nem. Volt. Nem. Ez Ázsia, Orbanisztán, Üzbegisztán fővárosa. Ázsia. A kollégám jól mondta. Nem hittél neki? Na tessék. Nem. Olyan furán hangzott ez a taskát, mondtam. Azt hittem, hogy olyan furán hangzott ez az Ázsia. az volt a jó válasz. Arra hallottam ma. Ázsia, igen. Tasken. Nem, mond vagyok. Ez nem volt jó kérdés. Meg vagy. Köszi a játékot. Nára, úgy én mondtam ennek, hogy írjon könnyebbet, de hát ez egy ilyen kegyetlen csak történet. Jó, hát ilyen napja van. Nem, egyébként annyira nem volt nehéz. Viktor, köszi a játékot. Köszi, hello. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Igen. Amióta a Ferisekbe küldött az Airsoft alazat, a gyűlölem a világot. Csátítom a kérdés. Holnapira készüljetek, mert az még durvább lesz. Állítólag be fog lilulni. Azt írt, hogy hallgatod, de csak egy hónapig. Ja, és utána lesz piros. Fél, lőjük körbe, és akkor egységes lesz a színem. Na jó. Oké, jövünk mindjárt. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Jó, 3-4-10 lesz, pontosan 13 perc múlva. Egyszerű passzonom, 9:30 múlt 2 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva, és még mindig novemberi sötétség itt Budapest fölött, de már kapjuk a jó híreket, hogy már máshol is. Hogy már máshol is, így van. Nem, hogy már néhány helyen már kezd kisütni a nap. És kezd jó időn. DJ Oti hazajött Ibizáról? Nem. DJ Oti Ibizán van. És DJ Oti nem ad ilyen számokat. Hasonló évszámok alapján válasz, de Judith Mixet. De egyébként ez egy kiváló dal. Ez egy nagyon igényes kis dal. Én a Judith Mixet és meg Annie Lennoxet is szólóban nagyon szerettem. Ráadásul volt ennek egy nagyon jó Manzonféle feldolgozása is, úgyhogy ez egy nagyon jó kis dal. Igen, ez egy jó dal. Na, a Csili Műveledési Ház előtt hallottam egy autóban. Ezt a dalt először? Először. Mind a mai napig emlékszem rá. Azt nem tudom, hogy egy teléklányjal voltam ott, nem tudom, hogy kisózott rá, meg milyen okból kifolyólag. Neki valami dolga volt bent a művelődési házban, és hogy múlassam az időt, valami betolt egy kazettát. És akkor hallgattam, és ott volt ez. És vannak olyan dalok, amik rögtön beakadnak az embernek. Tehát, amikor meghallod, hallgatsz belőle, mit tudom, fél percet, egy percet, és rögtön érzed, hogy ez nálad betalál. És nálam ez egy ilyen dal volt, hogy így, fú. És mondta, hogy így várj meg, mindjárt jövök, aztán nagyon megcsinálom. És bement a kis tenyő művelődési házba, meg ott maradt egy kazettával. Akkor mindent értek. Ültél ott a kis szandírban, cokniban.
szereplekre egy 200 g-os zsíros nívát, jó kedve magad minden hú. Visszajövök, és nem is nem azt a szót, hogy kegyelem, kicsim. És aztán bementem hívelő tisztjátba. Na, végeztünk Feri büntetésével? Egy valami még várat végez, magára. Végez, nem már végez. Figyelj, nem érzem a jogkaromat. A büntetések, de a fajé még van, nem? Igen. Zárjuk fájön akkor nyakam. Ezt a sort, Ferencem, hogy a további dohányzást is nagyon megbánt. Effektíve esetleg felmerüljön az, hogy talán újra leteszed ezt a fránya cigarettát, amire mi nagyon büszkék lennénk, hogy előmozdítottuk ezt a dolgot, és újra elindulsz az egészségesebb élet útján. Egy kanál fahéjra még légy vendége. Persze, lehet, hogy egy pillanatra gondoljuk már, tehát megegyeztünk hétfőn, én hülye, aki elmondom, hogy vétkeztem, a gyarló ember vagyok. Kitaláltok az árammal csapatást, majd most már ott tartunk, hogy fenékbe lőttök egy airsoft az fegyverrel. Az mínusz 10 csapatás. Ma, és még az van, hogy meg egyébként még egyek fahéjat. Ha ezt meg eszem, akkor majd utána még mi lesz? Ez az utcsó. Így görbüljek meg. Hazudsz látom 103-ra, rajtad. Csurira. Had. És aztán mutatjuk az ismétlést. Hoz van vized? Van. Na, nem kell. Vigyen, ne, vizet ki, jó, majd később jó lesz az, de most nem. Egyébként az Instán és a Facebookon már fent van a stúdióban készített kis videó, úgyhogy érdemes hozzánk Instagramon is csatlakozni. Uh-huh. Egyéb hasonló más tartalmak is vannak Instagramon, néhány olyan tartalom is, ami egyébként Facebookon nincsen, úgyhogy más a Facebook és más az Instagram, a Facebookot tudjátok, de keresetek bennünket Instagramon is. 124 ezeren vagyunk. Így van. Kis instás közösségünk, ami... Megérte ez a mai móka. 6-7-100-zal indult egykoron még afrikai útunk során, az most már 124 ezerre duzzadt, és az Instagram. Így van. És az Instán az uncensored változat van. Igen, ott van. Ott mindenből. Van. Mindenből az uncensored. Valami csak néhány perc. Na, hát akkor tessék, Ferenc. A karkötő rajtad van? Te a karkötő rajtad van? Nincs, levettem ezt a szart. Eddig azt akartam, hogy amikor a szádba van, akkor bután megcsapatlak. És ezzel párhuzamosan is segbőlve. Kezdem sajnálni a gyerekeidet, komolyan. Ezzel párhuzamosan olyan felékben, hogy szerintítjük a Best of Fot, hogy van egy lövés csapata, és ott a faj az arcot. És utána sok-sok kép, nagy felbontás, és videó felvétel. Na, akkor Isten. Egészség, egészség legyen meg téderő. A többit megvesszük. Ami marad, harag. Jó? Jó. Gondolt hozzá a tejbegriszt. Tessék? Gyűlölöm a tejbegriszt. Igen. Na, itt senki nem púpozza meg a kanalot, ahogy Balázs. Hát én nagy kanálra lettem, na, csak mondom. Gyere. Tessék, mi van? Egy nagy kanál fahéj, ez az utolsó. Nehogy kijönts, drága fahéj. Igen, nagyon drága fahéj, ezt egy az egybe vedd el. Jó? Így. Jó, nem már nem, nem mer utána egyből kiköpni. Tehát azt tessék. Finom az. Tessék? Ez nem jó. Tehát a fahéj? A fahéjevés az egyáltalán nem. Hambekap. Na várj. Úgy. Hogy? Jó van. És most próbáld bent. És most lőjükségbe. Most elindult a fuldoklás. Na, Feri kezd összegörnyedni. Menni fog az. Nagyon elcsendesedtél. Nincs itt semmi gond. Nincs itt semmi gond. Mondtam, hogy nagy kanál kellett volna. Fahéj felhő nem jön. Kijött az első fahéj felhő a szájából. Erre. Feri, hogy elcsendesedtél a kutyafádat? Na, ennél azért már többet szoktál beszélni. Igen, valamit porzol. Porzik a vesét, nézd, Ferenc. Nézd már, ez megirágyújt, azt is kell a szája. Hát így dohányozza mindenki, jó? A dohányzás egészségtelen. Tessék leszokni a dohányzásról, és don't try this at home. Jó? Senki. Így van. Senki ne próbálja ki otthon. Jó? De kár, hogy nem tudtalak megcsapatni, mikor faj volt a szerep. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Kamionsofőrünk pusztított Liverpool mellett, megnéztük a videót, és arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor az embernek olyan barátja, rokona van, aki nem beszél angolul, de hát mégis mély meggyőződéssel próbál kommunikálni külföldön, kicsit hangosabban mondva egyébként jól artikulálva magyar szavakat. Hát, ha egyre jobban és egyre hangosabban. Nagyon sok szórakozott SMS kaptunk, hogy kinek milyen barátja van a társaságban, családtag, aki mondjuk nem beszél angolul, lasszul németül, de magyarul annál inkább annál elszántabban. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig, hogy elővettük Ferit, és beváltottuk régen ígért büntetésünket, miután Feri egyébként nagyon rendes, és azt azért tényleg díjazzuk, nagyon becsületes módon elmondta, hogy hát úgy néz ki, visszaszokni látszik a dohányzásra. Ma beváltottuk az ígéretet, és megbüntettük Ferit. Szemét állatok. Az, hogy nincs itt egy nagy kanál ebbe az épületbe,
Nem? Félelmetes. Csak ugye nem készültek föl semmire ezek. Semmire nem fura volt egyébként, nem is érted, hogy reggel mész össze az összeset, Feri. Gyűri bele egy zsák. Igen, na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez történt a Morning Show-ban. Milan. Soha többet nem fogsz rágyújtani. Én lemaradtam erről, elsütött vagy? Mit történt? Jelen egy ilyen fegyver rátok. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Na Ferenc. Na Balázs. Hát. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm nektek. Segítettünk. Igen, sokat. Arra, hogy kimenjek, és most azonnal. Ja, gyerekek, hagyjatok egy cikit, muszáj rágyújtani, mert a baliék szétkínoztak. Vannak néhányan azért, akik túl komolyan veszik ezt a Facebookon, ahogy látom a hozzászólásokból. Hát, hogy jaj, tudod, van az, akinek semmi nem jó. Ezek után már biztos, hogy elveszik a frekvenciát, ha ilyet így csinálok van. Adásba. Hogy tehetitek ezt a Feribel? Szegény ember. Jó, tehát a Feri már nagy fiú egyébként, és tudja, hogy mit vállalhat be, meg itt nem kell megvédeni, nem kell ombudsmankodni helyett. Igen, tényleg. Romáltok már meg egy kicsit. Nagy fiú már, igen. Vagy akkor hallgassátok a Dankó rádiót. Már nem mindegy. Ja, nem, hát csak azok, akik még ezt is komolyan veszik, Istenem. Hát tényleg, neki, és nekik is szólunk. Ráadásul még szavazni is meg. Oh. Az, na, a látod, az a nagyon baj. Hogy vagy? Nagyon jó. Én? Vagy a Laci? Vagy... Nem, te, csak kérdezem. Semmi, készül, fáj a fenekem, a jobb kezemet nem érzem, most már rosszul is vagyok a fahéjtól, úgyhogy megértem, hogy nekem jó. Köszönöm, tényleg. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. Milyen paraszt a Feri a kérdésekbe beleüvölt? Hát van ennek szülőszobája, vagy gyerekszobája? Na? A hívott szám jelenleg nem elérhető. Na akkor nem. Na de hogy? Romikám, te voltál a nap hallgatója, annyit írtál nekünk, Feri, kezdődjék a barkóba, kilőtt téged tarkóba. Ezt nagyon szeretik, rögtünk rajta, úgyhogy hát te vagy a nap hallgatója, de ha nem érünk el, akkor sajnos nincs ajándékcsomag. Itt van velünk Csabi. Hello Csabi, te vagy most valahol, nem? Hello. Jó reggelt! Én valahol vagyok. Igen, ismeritek ezt, amikor figyelj, most rosszkor hívsz, mert valahol vagyok. Ti nem tudtok rosszkor hívni, ugyanis mezőtúron vagyok az Ízfesztem. És innen jelentkezik ma a Klassz Kívánság műsor, és hát Feri, veled vagyok, hát egyszerűen hihetetlen, én nagyon sajnáltalak, hallgattunk idefele, jaj, és én sajnáltalak. De most azt neked miért hihetetlen Vadon János, hogy nekem az Abaházi Csabi van olyan barátom, érted, hogy sajnáljon? Mert ismerem. És még szerintem akkor is sajnálnának, ha nem lennénk barátok. Tehát, hogy ezt az ívet, amit kapsz, látod? Csak azért, mert rágyújtottál. Na? Tehát ez, nagyon kemény. Tehát ezért szerintem még egy szivar is belefér ma. Hát, drága vagy. Ezért két cigi és egy szivar. Igen. És ugyanoda egymás után a kettőt tolja be. Jó van, Csabikám, hát akkor jó munkát ott neked. Jó, de azért hadd ajánljak nektek valamit, most ne rázd le ilyen könnyen. Mert képzeljétek el, ez egy olyan fesztivál, ahol vannak mindenféle zenék. Például éppen az imént fejezte be Déményi Tibi bácsi, itt reggelig nyomta. Van egy ilyen fázálos hely vele szemben. Igen. És ma viszont a nagy színpadon a Velhelló és a Halott Pénz is fog koncertezni, hát valószínűleg akkor közösen is elő fognak adni egy dalt. És épp ezért most a Halott Pénztől ajánlok nektek az Erre még meghívlak címűt, jó? Hát az remek. Vali nagyon várja. Sejtettem, hogy ez neked tetszeni fog. A világból kinek. Azért azt gyorsan hadd mondjam el, hogy a Halott Pénz meg a Well Hello múlt héten egy közös koncertet adott Győrben, ahol 45 ezer ember jött össze. Tehát nem oda küldték őket, meg pisztolyt tartottak a fejükhez. Elmentek saját jogon az emberek, mert hogy szeretik őket. Ezért ajánlom így. Ez a legnagyobb számlálás alapján? Ennyien betartózkodik a város. Igen. Az nagyon, de figyelj, vitathatatlanul sikeresek. Igen. Hát meg is érdemlik, ügyesek, jók. Na hát erre számítunk ma is itt mezőtúron. És kik a csinos lányok, akikkel lementél? Kérlek szépen, az egyik az Anita, kollégánk onnan a sales osztályról. Adjál neki, de vezetett, csak a felét ő vezetett, igen, és mögöttünk pedig Anna ült, aki egy hostess kislány, aki segít neki. Anna! Ő most nem biztos, hogy hall titeket, mert benn van a sátorban, de ő az, aki ezeket a mindenféle Klassz FM-s relikviákat odaadja azoknak, akik jönnek és dalt kérni. Jó, szóval hajó, az szóval hajó? Ilyen világos barna inkább. Barna. Aha. Mert most megnézem. Anna!
Te szürke vagy? Velünk, jött velünk a kitelepülésen? Ő az, aki reppelt. Eszik éppen most meg. Ja, a reppes. Aki reppelt, igen, igen. Szürke barna, ki akar a hajába túrni? Kinyekült az eszébe. Jó munkát. Pont a haja. Hello. Ciao, köszi, vigyázz. Na, szevasztok. Hello, hello, hello. Na jól van, hát akkor elmegyünk, jó? Mindenkinek szép napot. Hazaúszunk. Hazaúszunk, mert úgy látjuk, hogy itt Budapesten még mindig esik az eső, úgyhogy sok szabadtéri programnak lőttek. Holnap már tényleg kitartás jön a jó idő. Így van. Azt mondják, hogy holnaptól szikrázó napsütés egészen jövő hét elején. A Bermudákon. Ott biztos. Csabi, a kívánság műsor, ami pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Hello. Ciao, ciao. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.